tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket, és tisztelt elnöket nálunk. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy Kofor Balázs nagykövet úr, szerző és szervező a Hollywoodi Emléktúra egyik helyszíneként könyvtárunkat választotta. Köszönjük szépen! Tisztelettel köszöntöm sztár vendégeinket, illusztris vendégeinket, és természetesen nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm országgyűlési képviselőasszonyunkat, Csöbör Katalint, és tisztelettel felkérem, hogy köszöntse a vendégeket, és át is adom a szót. Köszönöm szépen! Kívánok, tisztelt hölgyeim és uraim, film és Hollywood kedvelők, rajongók. Először is nagy megtiszteltetés, hogy én lehetek itt ezen a megnyitón, ezen a különleges alkalmon, és öröm is számomra, hogy itt lehetek. Köszönöm, Balázs. De mindenek előtt ugye a köszönet, mindig a köszöneté a szó, ugyanúgy a filmfesztivál megálmodóinak és megszervezőinek is, hiszen a 13. Nemzetközi Filmfesztivál van itt most Miskolcon, a Jamison Cinefest, és hát ők is mindig nagy lelkesedéssel és vehemenciával szervezik, hogy új programsorozatok legyenek, filmtörténeti programok. Elég érdekes, hogy ilyen nagyon híres világsztárokat hoznak ide hozzánk Miskolcra. Akkor is elmondtam tavaly, hogy két dolgot nem tudtam az életbe elképzelni. Egy az, hogy országgyűlési képviselő leszek, kettő pedig, hogy Claudia Cardinalival fogok ebédelni. Most már három van, mert azt sem tudtam elképzelni, hogy a másik nagy filmes nemzet, a francia Oscar-díjas világsztárja, Juliette Binoche lesz Miskolc vendége. Így együtt tudtam vele vacsorázni és egy kicsit patelkázni is. Úgyhogy köszönet a szervezőknek, Író Tibornak is, de ugyanígy köszönet Bokor Balázsnak, aki észrevette azt és felfigyelt arra, hogy vannak hollywoodi világsztárjaink, akik innen Miskolcról vagy észak-magyarországi régióból származnak. Ki gondolná, hogy Tony Curtis Máté Szalkán született? Balázs nagy lelkesedéssel ezt csoportba szedte, a hollywoodi sztároknak a nevét, és a szülő falujukban, vagy városukban, településeken emléktáblákat avatnak. Nehogy elfelejtsük őket, hogy tudjuk, hogy ők is magyarok, és főleg, hogy innen a környékről származnak. Különleges alkalman vagyunk itt most a megyei könyvtárban, hiszen ugyanilyen büszkék vagyunk mi Pressburger Imrére, akinek az emléktábláját minden évben a filmfesztivál alkalmával megkoszorúzzuk, hiszen ő 1902-ben itt született Miskolcon, a Szentpéteri kapuban. Ha jól tudom, én nem fogom az életrajzát bemutatni, hiszen egy könyv született róla, hogy miskolciak is még jobban megismerhessük, tehát 1902-ben született, matematikus gondolkodásúként, és mégis a filmes szakmában kötött ki, Párizsban, majd Angliában, és még Amerikában, és Hollywoodban lett világsztár. Hát legyünk rá büszkék, legyünk itt az észak-magyarországi hollywoodi sztárokra is büszkék, Pressburger Imrére pedig annál is inkább, hiszen nem sok hollywoodi sztár van, aki ugye Miskolcon született. Én büszke vagyok Bokor Balázsra is, hogy felhívta erre a figyelmet, a könyv szerzőjére és kiadóira is, és hogy egyáltalán itt lehetünk mindannyian. Hát olvassuk és tanulmányozzuk, hogy a fiatalok se felejtsék el, hogy a nagyjaink innen származnak, itt születtek. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon köszönöm képviselőasszony szavait, illetve előtte könyvtárigazgató asszony üdvözletét. Örülünk, hogy itt vagyunk. Valóban nagyon érdekes egybeesés az, hogy a Cinefest idején vagyunk itt, és a Cinefest egyik hivatalos programjaként szerveztük meg ezt a magyar Hollywood túrát. Először, ha megengedik, néhány szót mondok, hogy mit is látnak itt, aztán utána, hogy miért vagyunk itt, mi ez a Hollywood túra, és egy beszélgetést is lefolytatunk, ami biztos, hogy nagyon érdekes lesz önöknek. Kezdem arról az oldalról, Rófusz Ferenc Oscar-díjas, majd lesz itt egy meglepetés, azt nem mondom el, Oscar-díj.
A Légy című filmért kapta annak idején 1981-ben. Mellette ül Varga Gábor úr, aki Budapesten a hollywoodi Rally filmstúdiót honosította meg, hogy így mondjam, és beindult a legjobb technikával felkészült filmstúdió. Ennek volt ő az első vezérigazgatója, amikor 2010-ben itt megnyílt Budapesten. Itt pedig tapsot szeretett. Bármit rosszul mondok, tessék tapsolni, az a legjobb. Márton András, aki egy fantasztikus színművész, és aztán megint csak hosszú lenne felsorolni, mi mindent csinált már életében. Képzeljék el, hogy még főkonzul is volt Los Angelesben. Ő volt az első főkonzul 1992-ben, amikor megnyitották, mert én csak 2007-ben kerültem oda, de hát körülbelül ennyi a korosztálybeli különbség között, akkor lettem én ott főkonzul. Tehát Márton András. Természetesen velük róluk fogunk beszélgetni. Most először, ha megengedik, hogy mi ez a magyar Hollywood túra, mert képviselő asszony üdvözletében volt egy felszólítás, hogy legyünk büszkék. Bizony, legyünk büszkék azokra, sok minden más mellett azokra, akik valamiért Magyarország, magyarság hírnevét öregbítették, ugyanis amikor én 2007-ben kikerültem Los Angelesbe, és persze nem ez volt a fő feladatom, hogy könyvet írjak, meg ismerkedjek a filmesekkel, de a 24 órában ez befért naponta, gondolom majd András is ezt megerősíti, hogy azért 1-2 óra a 24 órából mindig jutott arra, hogy saját örömünk, hát hivatalból neked. Hát az korábban volt. Na és olyan mennyiségű információ jött le, olyan sok emberrel találkoztam, olyan sok filmes élményben volt részem, hogy egyszerűen le kellett ülni, és át kellett gondolni, hogy kérem szépen, magyar a Hollywood? Hát nem mondjuk ezt, hogy magyar Hollywood, de gondoljuk azt, hogy bizony lehet magyar Hollywood megközelítés is. Miért? Csak hogy néhány dolgot mondjam. Sorba vettem azt, és most ezt a vidéket, tehát Észak-Kelet Magyarországot vegyük, Ricse. Ott van a határ mentén. Adolf Zukor született ott, aki a világ egyik legnagyobb filmstúdiójának, a Paramount Picturesnek az alapító atya, 103 éves korában halt meg, és 102 éves koráig járt be az általa vezetett filmstúdiót felügyelni. Kicsit közelebb tolcsva, Fuchs Vilmos ott született, William Fox lett belőle, és a 20th Century Foxot, a hatalmas nagy másik filmstúdiót alapította meg. Kicsit távolabb, őről ma nem beszélünk, de mégiscsak meg kell emlékezni róla. Erdélyben, Szigetsomjón született egy Joe Pasternak, Pasternak József, aki a Universal stúdió megalapítója volt, tehát a három legnagyobb hollywoodi stúdió magyar gyökerű. Képviselő asszony már említette Máté Szalkát, Tony Curtis kapcsán, aki ugyan szintén nem Tony Curtis volt, akárcsak William Fox is Fuchs Vilmos néven született, hát ő Bernard Schwarz Bernard néven született, magyar családban, Máté Szalkai gyökerekkel a szülők ott születtek. Vagy Pressburger Imre, akiről fogunk majd beszélni, Miskolc. Vagy Kisvárdán Várkonyi Mihály, aki a Néma film egyik nagy sztárja volt. Vagy egy kicsit távolabb Nagylóc, Borsod megye, háromszoros Oscar-díjas Rózsa Miklós, aki a hollywoodi filmek zeneszerzőjeként vált világhírűvé. Na és aztán sok-sok más, és ez alapján úgy gondoltam, hogy bizony kellene olyan módon megemlékezni ezekre az emberek, hogy elmegyünk a szülőhelyükre. És az első 6 hét Észak-Kelet Magyarország. Jön majd Dél-Magyarország, Zsigmond Vilmos, Szeged, világhírű operatőr, Oscar-díjas, és így tovább, most ebben nem megyek bele, de még 2x7 magyar települést keresünk fel, tehát ha összeadjuk ezt a hármat, már 21 olyan emberünk van Hollywoodban, Hollywood környékén, aki egyszerűen fantasztikus, de keveset tudunk róluk. Tehát itt volt az ideje, hogy ezzel is szerényen, de magunk módján hozzájáruljunk, hogy az ő emlékük megőrzése, megismertetésük, és bizony, különösen mai nap nagyon aktuális, hogy ki hol van szülőhazájától, mennyire távol, közel. Azt kell mondani, hogy bizony az, hogy ők ilyen hatalmas akaraterővel, kis kalandvággyal, kis kényszerrel, ki hogy
kis szerencsével idáig jutott. Ez bizony egyfajta példát is adhat sok embernek, különösen fiataloknak, akik nem ismerik ezeket a történeteket. Nos, ez a magyar Hollywood. Egyébként hadd mondjam el, hogy ennél még jobban erősíteni akarjuk ezt a vonalat. Tegnap este megalakult a Magyar Hollywood Tanács nevű civil szervezet, amely pont ezt akarja intézményesen továbbvinni egész Magyarországon, és ennek a tanácsnak a tagjaiba várjuk majd nem csak Magyarországról, hanem Amerikából, bárhonnan azokat a magyar vonatkozású, magyar gyökerű, magyar születésű mai filmeseket is, akik ehhez majd hozzá tudnak járulni. Ez a könyv itt, ez Hollywoodban született, 2010-ben az első kiadása, azóta angolul is már megjelent, a sztorikat foglalja össze. Sztorizni majd itt fogunk, amikor elkezdjük a beszélgetést. Csak annyit mondanék, hogy amikor büszkék vagyunk a filmes gyökerekre, magyarságra, össze kell számolnunk néhány dolgot. 35 darab olyan szobrot vehetünk Lajstromba, amelyet magyar kéz, vagy magyar származású kéz vett át. Tehát 35 Oscar díjhoz fűződik Magyarország valamilyen módon. Lehet, hogy majd egyet itt bemutatunk. 22 olyan csillag van a Hollywood bulváron bevésve a járdába, Hollywood bulvár, Hollywood központi utcája, ahol egyébként közel 2000 csillag van körbe különböző utcákon a leghíresebb rendezők, színészek, akiknek emléket akarnak állítani, mert hogy olyan sikeresek, eredményesek voltak. Ebből 22 magyar csillag. Hát ez szerintem mind a kettő jó szám. Ez a könyv megpróbálta feldolgozni az Oscar-díjasokat is, a csillagbirtoklókat is, sztorikat hoz arról, hogy van egy magyar filmfesztivál Los Angelesben, amely évről évre bemutatja a magyar filmeket, és számtalan olyan elemet hoz, amelynek itt az ideje, hogy minél többen megismerjék, hogy az operatőrjeink Zsigmond Vilmos, Kovács László, akik 1956-ban menekültek el, és akik 3 kilométernyi filmszalagot vittek ki magukkal az 56-os eseményekről, melyeket ők filmeztek, és utána menekültek, már rájöttek, hogy milyen nagy bajban lennének, ha ezt a filmet elvennék tőlük és megtalálnák. És tulajdonképpen az 56-os eseményeket főleg az ő film felvételeik alapján mutatta be számos nyugati televízió. És így tovább, rengeteg ilyen sztori van, egy ilyen könyv nem elég, sok könyvet lehet írni, már mások is sokat írtak, de itt az ideje, hogy még többet beszéljünk róla. Most egy nagyon rövid blogban meg szeretnék külön Pressburger Imréről emlékezni, itt vagyunk, és a Cinefest részeként. Ezt jobb oldal alul, aki még nem járt Miskolci révén, vagy lévén, a Szentpéteri kapu 3-ba, akkor feltétlenül menjenek el, azt kérem, és nézzék meg az emléktáblát, amit ma délután elsőkor megkoszorúztunk. Kriza a polgármester úrral, illetve Bíró Tiborral, a Cinefest igazgatójával. Öröm hír, mondta Kriza polgármester úr, hogy az épületet megszerezte az önkormányzat, tehát most már kezdetét veheti az a tervezés, hogy a Pressburger ház valóban egy komoly filmes központtá váljon. Csak egy-két dologot az életrajzról, de viszont felhívnám a figyelmet a bal oldalt alul, hogy Pressburger úgy látszik jó géneket adott tovább, mert egyik unokája szintén Oscar-díjat kapott, Kevin MacDonald néven brit filmrendező volt két unokája közül az egyik. Érdekes módon a másik unoka is producer filmes. 1911-ben kellett innen elköltözni Szabadkára, Temesváron végzett, csak hogy gyorsan Lajstromba vegyük, a Prágai és a Stuttgarti Egyetemet látogatva nem szerzett diplomát, mert már a film mániája akkor eltérítette őt ettől az útról. 26-ban rövid ideig Pesten élt, belekezdett egy vállalkozásba, de nem sikerült neki. Ezért aztán tovább ment 27-ben, és onnan kezdődik igazándiból az ő filmes karrierje, amikor az ottani nagy filmgyárba, az UFA-ba forgatókönyvíróként felvették.
És az igazi nagy tovább lépés, az ezért mondom, hogy a kényszer is néha az ember életét meghatározza. Az akkori politikai környezetbe el kellett menekülnie, Párizsba szökött, utána Londonba érkezett, mert Hollywoodba szeretett volna tovább menni. 35-ben Korda Sándornál, hogy nem, megint egy magyar, Alexander Korda néven már a London Films, itt van Alexander Korda képe, Turkevén született véletlenül Magyarország, tehát ott indult be Pressburgernek a komoly filmes élete. És 1939, amikor megismerkedett a kép felső sarkában látható másik úriemberrel, ha szembenézünk, akkor jobb oldalt van Pressburger, bal oldalt, ez a bizonyos Michael Powell, akik egy fantasztikus nagy párost alakítottak, az Archers néven létrehozták a nagy filmes, filmprodukciós vállalatukat, és 1939 és 57 között a brit filmgyártás 24 legkiemelkedőbb filmjét ők készítették el. Pressburger alapvetően forgatókönyvíróként, de producerként, rendezőként, sőt zeneszerzőként is szerepel. Egyébként minden filmre az volt alul ráírva, hogy written, produced and directed by, csak két ember, tehát mindent ők csináltak. Fantasztikus páros volt, mindenki elismeri őket, rendkívül sok filmtársaságbeli tagság, és így tovább öregbíti a hírüket. Csak a négy legkiemelkedőbb filmjét Pressburgernek vettem ide, és aztán lesz még egy ötödik, de arról majd külön beszélünk. A Blimp ezredes élete halála 1943-ban, ezt játsszák többször azóta is, vagy a 46-ban a Diadalmas szerelem, és itt jön be, hogy bárhol is volt Pressburger, magyarságát próbálta megőrizni, és magyar vonatkozásokat becsempészni. Ez a könyv tulajdonképpen Karinthy regényét, az utazás a koponyák körül használja fel, mint alaptörténet. 47 a Fekete Nárcisz és 48 a Piros Cipellő. Ausztriába költözött 1965-ben, a szülőhazájához közel dolgozhasson, de végül is aztán 70-ben visszaköltözött Angliába, és 88-ban halt meg London mellett. Ezeket a díjakat kell kiemelnünk, és itt van az a film, amire céloztam, az úgynevezett 49. szélességi fok, 43-ban erre kapta Pressburger az Oscar-díjat. 49-es a Piros cipők, ami már az előző szlájdon szerepelt, többszörös Oscar-jelölés, de nem ért el az Oscar. 51-ben a Berlin, az első nemzetközi berlini fesztiválon, ezüst medve díjat kaptak a Hoffman mesével, és 82-ben a Velencei Filmfesztivál életmű díját, az aranyoroszlánt kapták mindketten, Pressburger és Powell. Ez egy fontos dolog, ő mondta a lányának, hogy miért jó egy forgatókönyvíró, ezt mondta, hogy kevés olyan forgatókönyvíró van, aki jó forgatókönyvet tud írni, és a lényeg az, hogy is időben kész is van vele. Ezt ma nagyon sok filmnél látják, hogy a kezdeti stádiumban a forgatókönyv megírása az bizony rendkívül hosszú időt vesz igénybe. Itt egy mondat erejéig, vagy egy dia erejéig meg szeretnék emlékezni Kevin McDonaldról, aki az unoka 67-ben született, és ő a 2006-os, az utolsó Skót király című rendezéséért, film rendezéséért kapta meg az Oscar díjat. És akkor ezzel zárnám ezt a nagyon rövid ismertetőt, itt van eltemetve Pressburger. Nagyon-nagyon érdekes, vallás és kultúrtörténeti egyedülállóság is, hogy így mondja, mert ugye jobb oldalt látják, hogy egy anglikán templom sírkertjében van eltemetve, és ugyanakkor a síron egy Dávid csillag van, hiszen Pressburger zsidó családban nőtt fel, és ez aztán különösen Nagy-Britanniában egyedülálló dolog, hogy egy anglikán templom sírkertjében egy ilyen sírt lehet látni. Nos, Pressburgerre bizony büszkének kell lenni, mert saját erejéből nagyon-nagyon sok dolgot elért, és nagyon komoly eredményt mutatott fel. Tehát az, hogy ő
az ő szülőháza várhatóan már jövőre akár a Cinefest központi irodája, akár egy kultúrtörténeti, filmtörténeti központ, filmklub, nagyon sok ötlet van. Kriza urat is meghívtuk a Magyar Hollywood Tanács tagságába, örömmel jelezte részvételét. Nos, Miskolcon sokan tudnak Pressburgerről, rengeteg anyag van, hozzá lehet férni. Jelzem azt, hogy a Facebookon a Magyar Hollywood Túrának külön Facebook oldala van, és minden emlékesnek, rendezvénynek van egy külön oldala, tehát Pressburger Imre emléke angolul-magyarul szintén Facebook oldalon hozzáférhető. Ott minden nap felkerül valami információ Pressburgerről, a többi van Adolf Cukor, Tony Curtis emléklap, tehát javaslom a filmszeretőknek, a filmek iránt érdeklődőknek, hogy ezt nézzék meg, és hát ha még jobban tudnak érdeklődni majd, és még jobban büszkék lehetnek ezekre a igen komoly filmes ikonokra. Azt hiszem, hogy ha filmről beszélünk, akkor a legjobb az, ha személyes vonatkozások jönnek be, ha olyan emberekkel beszélgetünk, és erre törekedtem a Hollywood Túra eddigi állomásai során is, akik maguk is életük jelentős részét, vagy teljes egészét valahogy a művészet, kultúra, színház, film bűvöletében töltötték el aktívan részesként. Vendégeink is ilyenek. Elkezdjük a beszélgetést, miután Rófusz Ferencet mutattam először be, és Márton András utoljára, ezért most Márton Andrással kezdjük, és Rófusz Ferenc lesz az utolsó, de ez nem jelent semmit, állandóan változtatjuk. Egyébként csak elmondom, hogy Ricsén Feri szintén ott volt, Csupó Gábor filmrendezőt vittük le, Bunyik Bélát, a Los Angeles-i filmfesztivál vezetőjét, Tolcsvár Bollók Csabát, aki az Iszka utazása című filmet rendezte, és ez egy Oscar-díjra jelölt, magyar jelölt volt 2009-ben. Salamon András filmrendezőt, aki nagyon sok Los Angeles-i fesztivál rövid filmben nyert, Ubrankovics Júliát, Máté Szalkán pedig Feri mellett még Fábri Attila dizájnmester volt. Nos, András, te, aki 92-ben valószínűleg egy éles fordulatot vettél az életedben, mert az addig megszokott művészeti vonalról egy ilyen nagyon szörnyű lilaködös diplomáciába kerültél, csak viccként mondom, mert én sem hiszem, hogy lilaköd, de csak 35 évet dolgoztam a külügyminisztériumban. Én csak 10. De csak 10. Akkor te kevesebb lilaködöt vettem. Mit jelentett ez egy művésznek, egy színművésznek, hogy egyrészt egy más dolog, másrészt Los Angeles? Először is Antal József, mikor ugye a rendszerváltozás után kiment az öreg Bush-sal találkozni, és az öreg Bush egy gesztus gyakorolt a magyar, az új magyar kormány felé, szabadon választott kormány felé, mondván, hogy a magyarok már régóta ostromolták, már még az előző rendszerből, régóta ostromolták az Egyesült Államokat, hogy szeretnének nyitni egy főkonzulátust a nyugati parton. Az Egyesült Államoknak azonban akkor az volt a politikája, hogy a kelet-európai államok csak San Franciscóban nyithatnak főkonzulátust, Los Angeles az szabad terep, oda kommunista államok nem mehetnek. A magyaroknak azért lett fontos, hogy az ottani nagyon turbulens magyarságot közelebbről megfigyelhessék. Na most ezt mindig fog jönni? Mert most már másodjára hallom, de engem nem zavar. Pont akkor jött, amikor kell. Megfigyelésnél. Igen, megfigyelésnél. Lehet, azt nem veszem észre. Most már nincs bent. Szóval, és akkor azt mondták az Antal Józsefnek, hogy hát itt van ez a Los Angeles főkonzulát, nyissák meg. És az Antal akkor azt mondta, hogy hát mi már nem akarunk Los Angelesbe főkonzulátust nyitni, nekünk San Francisco épp olyan jó, mi nem akarjuk megfigyelni az ottani magyarokat, de hát nagyon köszönjük a gesztust. Hazajött és egy pár hónapig kotlottak azon a minisztérium, hogy hát mi legyen. Ahhoz túl messze van, hogy ezeket a kis, közepes vállalkozásokat Los Angelesből Magyarországra hívják, vállalkozók kétszer-háromszor felülnek a repülőgépre, és oda az alaptőke. Tulajdonképpen nem tudták, hogy mi a fenét kezdjenek vele, míg nem valaki a homlokára csapott, és azt mondja, hát Hollywood, hát itt van Hollywood.
Jó, hát ott van Hollywood, és mit csinálunk vele? Hát egy olyan ember kéne, aki érti ezeket a hollywoodiakat, és az a hollywoodi magyarokat, az a sok-sok magyar, aki ott volt, van, lesz, azokat valami módon összefogja. És akkor valaki azt mondja, hát a Márton András, hát tudni való volt, hogy elég jól beszélek angolul, vagy beszéltem angolul, azóta már elfelejtett, nem beszélek azért még. És hát, hogy hát én egy alkalmas figura lennék erre. Ezen közben éppen színházban dolgoztam, és hirtelen kaptam egy telefont, hogy elvállalnád a Los Angeles-i Magyar Főkonzulátus felállítását? Mondom, persze, telefon le. Másnap megint felhívtak, bementem a külügyminisztériumba, ott is fogtak, és elkezdtek engem tanítani erre, arra, amarra. És hát nagyon érdekesnek tűnt ez én nekem, és szépen beletanultam, és pár hónap múlva, azt hiszem 1992. januárjában azon kaptam magam, hogy keresem, hogy hol nyissa főkonzulátust Los Angelesbe. Ezt megelőzően én csak színházban, meg Finnországban, az asztalosiparban jeleskedtem. Hát szóval efféle dolgokat csináltam, és hát megalapítottam a főkonzulátust, 9 tagja volt nagyon, és az volt a felkérés egyik fő szempontja, hogy hát a hollywoodi magyarok. És hát akkor elkezdtem ott kutatni, hogy kik vannak ott magyarok, kik lehetnek Magyarország számára fontosak, és hát a hálóba akadt egy-két nagyon fontos név, akiket hát meghívtam magamhoz, hát valami módon próbáltam őket Magyarország felé orientálni, nem kis sikerrel, jöttek is, maradtak is, dolgoznak is. Andy Vajnát nekem köszönhetitek, de hát köszönhetnek mást is nekem. Hát szegény László Kovács korán meghalt, az Amerikai Filmakadémiával, a magyar Dezsővel jó kapcsolatban voltam. Na, segítettem a Bunyik Bélát ezeknek a magyar filmlapoknak az összehozásában. Szegény Bunyik Béla mindig pénzt ért a magyar államtól, gondolom a te időd alatt is. Ezeket a pénzeket nagy kínnal keservel kiszorítottuk számára. Hát szóval próbáltam így ezen a hollywoodi vonalon működni, és hát számos elképesztő figurával hozott össze a jó sorsom. Találkoztam én a Szörényi Évával, aki keresztanyja lett a kislányomnak, találkoztam a Zsazsa Gáborral, akivel hihetetlen kalandjaim voltak, elképesztő pletykák, igazi primadonna volt még annak idején, most is megvan még szegény, de szerintem már nem az. Nagyon megható, ahogyan a Balázs ír ebben a könyvben a Zsazsáról és a 9. férjéről, okvetlen vegyék meg és olvassák el. Szóval elképesztő történeteim voltak vele és a férjével és a lipicai lovakkal, amelyeket ők tenyésztettek. És hát mindenféle hollywoodi hírességgel volt. Hogy boltottál bele egy utcával lejjebb? Tony Curtisben? Hát Tony Curtis egyszer eljött hozzánk, hogy ő szeretne uborka salátát enni. Ez volt az ő kérése. Hogy hiszen a főkonzulátus rezidenciája ugyanabban a nagyon szép lakóparkban volt, ahol egy utcával lejjebb lakott Tony Curtis. És akkor volt az én kisfiam mondjuk 4 évni. Az nem én vagyok. 4 éves lehetett, és nagyon szemrevaló kis fiúcska volt, a pofozni való, irtozatosan pimasz kölyök volt, és hát a Tony Curtisnek igen tetszett egy ilyen kis rossz gyerek. És akkor volt neki egy sportkocsi, és a fiam megállt és nézte a sportkocsit, és mondta, gyere, menjünk vele egy kör. És mondta Péter, hát menjél, persze menjél, és elmentek. És Péter visszajött halál sápadtól, és akkor a Tony Curtis azt mondta, hogy köszönjük szépen, mondom, én vagyok itt a főkonzul, ott lakom abban az utcában. Az magyar főkonzul ebben az utcában, és felesége tud uborka salátát csinálni, mondta magyarul. Hát mondom, hogy persze, hogy tud. Azt mondja, hónap jövök, és akkor csinált neki uborka salátát tejfellel, piros paprikával. Erre időről időre feljött hozzák. Itt a helyes pali volt abban az időben, nem nagyon tudta, hogy hol van, egy picit mindig zavart volt, egy kicsit mindig volt mellette egy nő, nem pontosan tudta, hogy ki az. A mellette lévő nőt időnként megcsókolta, örök szerelmet esküdött neki, és észrevett egy másik nőt. És akkor annak elképesztően édes, szeretnivaló, hihetetlen ember volt, nagyon jókat lehetett vele beszélni. Beszélgetni nem, mert ő nem, arra nem válaszolt, amit én kérdeztem tőle, de beszélt, és az nagyon jó. Hát találkoztam a Ronald Reagannel, aki ugye színész volt Hollywoodban, és
az Egyesült Államok legsikeresebb elnöke volt két terminuson keresztül, és amikor megnyitottuk a főkonzulátust, akkor én meghívtam őt, hogy jöjjön el. És akkor válaszolt, hogy sajnos nem tud eljönni ide idő hiány, ott volt Los Angelesben egy irodája, ugye akkor ő már nem volt elnök, mert a öreg Bush vette át tőle a stafétabotot, de azt mondja, hogy okvetlen menjek el hozzá egy bizonyos napon az irodájába. Hát nagy izgalommal elmentem hozzá, és hát ott beszélgettünk a Ronald Reagannel, és hát olyan protokolláris volt a helyzet, ott volt a titkárja, meg ott volt a nem tudom kicsoda, és úgy kényszeredett, én így ültünk, és small talk, hogy vagy, hát remekül. Ez egy ilyen idétlen beszélgetés kezdődött, és akkor én elkezdtem kérdezgetni, hogy hát mi volt elnökségének a legfontos, mi az, amire a legbüszkébb a két ciklusbeli elnöksége alatt. Hát azt gondoltam, hogy valami olyat fog mondani, hogy nem tört ki a harmadik világháború, hogy összezúzta a gonosz birodalmát, hogy valami ilyesmire gondoltam. Ehelyett azt mondta, teljes, én nonchalanszal, azt mondja, hát arra vagyok a legbüszkébb, hogy nem volt a világon olyan válság, háborús veszély, járvány, földrengés, ami engem megakadályozott volna abban, hogy hódoljak a kedvenc szenvedélyemnek a lovaglásra. Ezt mondta ő, ebből is láttam, hogy ő színész. Hiszen egy színész, hát nem, a Hamletet játszó színész nem rendíti meg Hamlet tragédiája, az a néző dolga. A színész nem arról álmodik, hogy fog eljönni holnap Hamlet atyának szelleme kísérteni. Hát legfeljebb azon gondolkodik, hogy rendüljön meg a következő előadáson még hitelesebben. Szóval az Egyesült Államok elnöke is munka után szépen hazamegy, leveszi a munkaruháját, felveszi a cowboy ruhát, és hát magánember lesz. És egyszer csak odafordul hozzám, mikor én is elmondom, hogy ki vagyok, én mondom, hogy én is színész vagyok, kollégák lennénk, meg nem tudom micsoda, nagyon tetszett neki, és akkor azt kérdezi tőlem, hogy tudsz 20 kivicceket? Én nem. Hát Budapest, mi írjuk ezeket, ruszki viccek? Azt mondja, én gyűjtöm a ruszki vicceket, gyere el hozzám, és mesélj nekem ruszki vicceket. Hát mondom, hogy boldogan. Igen, ám csak nem tudom, próbáltam már valaki közületek idegen nyelven viccet mesélni. Hát annál a borzalmasabb égés nincs. Úgyhogy én felvettem egy amerikai színészt, egy nagyon kedves barátomat, hogy korrepetáljon velem egy pár viccet. És ez úgy nézett ki, hogy én elmondtam neki a viccet, angolul, szabatosan, és elmondtam, és poén, ezt hallgatta, írta. Értem. Jó. És ez így ment tízszer. És akkor nem azt mondja, hogy egy hét múlva visszahozta a vicceket, dramatizálva, felvette egy magnum kazettára, odaadta nekem, én ezeket megtanultam. És hát elmentem a régenhez, és elkezdtem neki vicceket mesélni, és akkor ő meg egy spirálfüzetbe ezeket írta, és állati nagyokat röhögött. És ő is mesélt nekem vicceket, és hogyha megnézik, a YouTube-on van egy videó, amelyik Ronald Reagan ruszki vicceket mesél, és ebben van egy, amit tőlem hallott, erre nagyon büszke vagyok. De ő is mesélt nekem vicce, elmondjam? Van annyi idő? Nagyon jó vicc. De van. Az volt az a vicc, hogy a... Itt van egy pár, nem teljesen fiatal. Tudják, hogy a GUM áruház meg van, a GUM. A Szovjetunió legnagyobb áruháza, bocsánat. A vicc így hangzik, hogy egy szovjet elvtárs szeretne egy öltőt vásárolni magának, ezért elmegy a GUM áruházba. És ebben megy a GUM áruházba, állati hosszú sor mindenhol, beáll, végre sorra kerül, és azt mondja az eladónak, drága elvtársam, szeretnék vásárolni egy öltőt magatnak. Azt mondja, tessék, mutat, fogasok, válaszol egy öltőt. Tehát Pali oda megy, gyönyörű anyagot, minden, felveszi az egy szakmát, felhúzza, odáll a tükör elé, nézi meg, azt mondja, hát ez csodálat, ez egy gyönyörű, ez az öltő, drága elvtársam, egy kis haja van, ahogy így nézem, hogy ez a keze, ez az ujja, ez egy kicsivel hosszabb, mint ez. Nézi az elvt, azt mondja, drága elvtársam, és aztán mi van? Hát lejjebb ereszti a vállát, és kép. Nézi, ez csak ugyanat, ez tökéletes, lejjebb ereszti a vállát, egyfolyam az ujja. Azt mondja, az eladónak, elvtársam, most már csak az a baj, hogy a zakónak ez az oldala feje jött, mint a másik. Azt mondja neki az elvtársam, hát ez nem lehet gond. A csípőjét szíveskedjék áttolni a másik oldalra, és már meg is van.
Azt mondja, csak ugye, milyen állat, jó, köszönöm szépen. Azt mondja, csak most már egy baj van, hogy elől hosszabb, hátul röviden. Azt mondja, drága eltársa, a csípő előre tolásáról talán hallott már, ennyi az egész és kész. Köszönöm szépen, kifizeti a zakót, és vidáman megy haza a szovjet eltársa vadonatúj zakójába. Kilép az utcára, a gumból, szembe találkozik két amerikai turistával, odaszok az egyik a másikban. Nézd meg ezeket a bitang oroszokat. Milyen kiváló konfekcióiparuk van, ugye egy ilyen komplet nyomorék is. Talál magának egy tökéletes Bizony a színművésznek, ha meg akar maradni saját elveinél és saját koncepciójánál, akkor nehéz lesz külföldön érvényesülnie, mert az anyanyelvén kell megszólalni. Szörényi Éva ezt gyakorolta egész élete végéig. Nagyon nagy örömöm volt az, hogy a színpadra lépésének 75. évfordulóján ott lehettem, és együtt ünnepelhettük ezt. Picit lépjünk tovább Gáborhoz, aztán majd még visszajövünk ide is. 2007-ben érkeztem én oda Los Angelesbe, és nagyon jól emlékszem, hogy még alig csomagoltam ki, amikor ebbe a bizonyos Beleri házba, ahol András, amit András alapított és hozott létre, bérelt, kivett meg a magyar állam részére. Tulajdon. Az egyik első összejövetelen, sötét, öltönyös, izgatott emberek jöttek, én még semmit nem tudtam, csak mondta valamelyik is, hogy kik jönnek, és köztük Varga Gábor, és bizonyos, nagyon titkos környezetben megtörtént egy komoly szerződésnek a véglegesítése tulajdonképpen, vagy hát akárhogy is nevezzük, aminek aztán 3 évvel később az lett az eredménye, hogy Budapesten a 15. kerületben az akkori legmodernebb technikával létrejött a Rally Studio Budapest, Budapest Rally Studio Origo néven. Ezt majd elmondja Gábor, ő volt a vezérigazgatója és tulajdonképpen ötletgazdája, ha úgy tetszik ennek. Hát hogy kell idehozni, hogy kell alapítani egy filmstúdiót, ha már Adolf Cukor meg Fuchs Vilmos megtette? Először is szeretném megköszönni, hogy egy kis átvezetést tartottál az András előadása után, mert elég nehéz lett volna nekem folytatni. Hát te is felállhattál volna. A produkció után igazából azt akartam kérni, hogy hadd folytassa az András. De, nem volt, nem. De akkor így az átvezetés után, ugye a feladat az az volt, hogy hogyan lehet egy alapvetően művészeti ágból, főleg Magyarországon, ugye itt minden állami támogatásból működött a komplett filmgyártás, hagyományosan is, de ugye az új időszakban is, hogy lehet ebből üzletet csinálni. Mert itt fordulnak át a dolgok, hogy hogyan lehet olyan volumenben filmeket előállítani, hogyan lehet külföldieket meggyőzni arról, hogy azt a rengeteg pénzt, amiben egy-egy nagy film kerül, sokszor 100-150 millió dollárt, annak egy részét hozzák ide, kockáztassák meg azt, hogy elhagyják az otthoni ismert környezetet, jöjjenek el egy idegen kultúrába, egy idegen országba, és kezdjék el itt elkölteni ezeket a pénzeket. Ez volt tulajdonképpen a feladat, ami hát rendkívül egyszerű volt, körülbelül 6 évig tartott, mire sikerült létrehozni. 2004-ben kezdtük el, 2010-ben nyílt meg a stúdió, és a Balázs tényleg egy nagyon fontos pillanatában volt ott ennek az egész folyamatnak, amikor sikerült megállapodnunk a világ legnagyobb filmstúdió üzemeltetőjével, ez a Rally Studios. Azért nem ismerik sokan a nevét, mert hogy ez nem gyárt filmeket, tehát ő nem az a profilja, nem azzal foglalkozik, hogy filmeket állít elő, hanem nagy filmgyártó cégeknek, nagy stúdióknak szolgáltatásokat értékesít. Ugye ez is egy fontos pont, mert igazából azt tud minden stúdiónak szolgáltatást értékesíteni, aki saját maga nem versenyez a stúdiókkal, akik szintén produkciókat állítanak elő. Tehát fontos szempont volt, hogy egy olyan partnert sikerüljön meggyőzni, aki szolgáltatóiparban nagy tapasztalattal rendelkezik. A dolog egyébként onnan indult, és ez egy picit árnyalja azokat a rendkívül pozitív élményeket, amik nektek voltak, hogy nekünk azért úgy kellett elkezdeni, hogy meg kellett mutatni különféle roadshowkon, hogy egyáltalán hol van Magyarország. Tehát azért azt kell tudni, hogy mi
nagyra vagyunk azzal, hogy hányan alapították Hollywoodot, ott erről nagyon kevesen tudnak, vagy nagyon kevesen. A magyar Hollywood tanács ezt is akarja, hogy ott is. Ámen. Legyen úgy. Tényleg jó lenne. Igazából nekem az a tapasztalatom, hogy Hollywoodban mindenki a mával foglalkozik, és a tegnap már senkit nem érdekel. Ha ezen sikerül változtatni, az nagyon jó lenne, mert lenne egy kis országmarketing. Ezzel kellett kezdeni, hogy meg kellett mutatni, hogy Budapest az hány órás repülőtávolságra van az amerikaiak által ismert városoktól. Tehát meg kellett mutatni, hogy Rómától, Londontól, vagy akár Moszkvától hány óra alatt lehet eljutni repülővel Budapestre. Mert sajnos ezzel kell szembenézni, nem ismerik, a legnagyobb stúdióban dolgozó emberek sem, a befektetők sem ismerik azt, hogy hol van Budapest, nem ismerték. Országmarketingkel kellett kezdeni azt, hogy egyáltalán legyen egy érdeklődő arra, hogy Magyarországon üzletet csináljanak. Hát ez a folyamat ez eltartott 2-3 évig, mire sikerült megállapodni ezzel a stúdió üzemeltetővel, a Rallival, és 2010-ben nagyon sok együttműködés segítségével sikerült megnyitni ezt a stúdiót, ami 40 ezer négyzetméteres, 18 milliárd forintos beruházással készült. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy az alkategóriás filmek ennek a stúdiónak a megnyílása után kezdtek el igazából nagy tömegben jönni Magyarországra. Az egyik első produkció, ami ott készült, az az Angelina Jolie-nak a saját első saját rendezésű produkciója volt. És akkor ezt követték a nagy sztárok egymás után, akikről folyamatosan lehet hallani, akár a mai újságban is, a Harrison Ford is ebben a stúdióban forgott egyébként. Szárnyas fejvadász második része is itt készül. Tehát el kellett érni egy olyan gazdaságilag értékelhető méretet, valamint egy olyan az amerikaiak által elfogadható környezetet és üzleti konstrukciót, amiben ők jól érzik magukat, és megkockáztatják azt, hogy ilyen távolságba elhozzák a produkcióikat. Ez a legnagyobb kockázat, hogy egy Harrison Fordot ide mernek hozni, vagy nem mernek idehozni. Ezt tulajdonképpen úgy sikerült végül is megugrani, ezt a feladatot, hogy hosszú évek munkájával sikerült meggyőzni egy amerikai stúdióüzemeltetőt, és tulajdonképpen az ő kreditjével, vagy a bennük való bizalom miatt sikerült tulajdonképpen ezeket a produkciókat idehozni. Én 2012-ig voltam még tulajdonosa a stúdiónak, akkor én eladtam a tulajdon részemet, de az első három év, vagy két és fél üzleti évben 200 millió dollárnyi produkciós költés jött Magyarországra emiatt a stúdió miatt. Tehát csak azért, hogy érezni lehessen, hogy egy-egy ilyen dolognak, ha csak és kizárólag a filmre való költést nézzük, akkor milyen gazdasági jelentősége van, óriási, és akkor nem beszélünk arról, hogy hány vendégészaka, vagy mennyit költenek ezek az emberek, amikor itt vannak az alatt, a pár hónap alatt. Tehát szerintem ez mindenféleképpen egy az egész filmiparnak a támogatása, az ipar támogatása az rendkívül előnyös a gazdaság számára. Miért éri meg idejönni? Két dolog, három dolog éri meg idejönni. Egyrészt azért, mert Budapest, és egyébként Magyarország, de főleg Budapest rendkívül jó helyszín. Tehát Budapesten eltölteni három hónapot az nem ugyanaz, mint az egyébként lényegesen olcsóbb Bukarestben, vagy Szófiában, ahol szintén vannak filmes próbálkozások eltölteni. Ez egyik nagyon fontos elem, hogy 2004-ben filmtörvényt fogadott el a magyar parlament, és onnantól kezdve minden olyan produkciónak, ami Magyarországra jön, egy 20%-os adó visszatérítésben. 25. Most már 25, tudom ezt. Ezt a Varga csinálta, ezt a 25-öt. Százalékos adó visszatérítésben részesülnek, ami ugye egyébként a világban nem olyan rendkívül nagy szám, tehát vannak olyan amerikai államok, ahol 40%, nem 25%. Az adómentes. Hogy érted? Hát, hogy beteheti a zsebébe, nem kell visszavinni. Ez a gyártási költségeket csökkenti tulajdonképpen. A Barandov, tehát a cseheknek a Barandov stúdiót mivel sikerült lenyomni? A cseheknél az a probléma történt, hogy rendkívül sok film ment hozzájuk. Ugye, hát ez egész történet ez úgy nézett ki, hogy a 80-as évek végétől Magyarországra jöttek a filmes produkciók, a külföldi filmes produkciók, elég erőteljesen, tehát egy elég jó filmes háttéripar alakult ki, ami külföldi filmek kiszolgálására is
alkalmas volt. Majd azután, hát a 90-es évek elején, a rendszerváltás után ez nagyon nagy változáson ment át. Megszűntek az állami támogatások, ezáltal a szakemberek is elkezdték elhagyni a filmgyárat, nem volt ki kiszolgálja a külföldi filmeket, tehát volt egy nagyon erőteljes hanyatlás. Ebben az időszakban a csehek azt csinálták, hogy nem adtak filmekre pénzt, tehát nem támogatták a cseh állam által gyártott produkciókat, hanem azt a pénzt, amit támogatásra adtak volna ki, azt ráfordították az infrastruktúrára, tehát akkor újították fel a Barrandov filmstúdiót, építettek nagy műtermeket, és investáltak abba, hogy jó stábtagok legyenek képzésbe. Én tudtam a választ, csak azért kérdeztem nagyon rá. Nagyon jól kérdeztél. Hát persze, hogy osszuk meg. Igen. Ez eltartott egyébként a 2000-es évek közepéig, tehát 2004-2005-ig ez a cseh lendület ezt tartott. Elkényelmesedtek, egyre drágábbak lettek. Magyarországon bevezették a 20%-os akkor még adókedvezményt, de nem volt facility. Tehát nem volt olyan filmstúdió, amelyik ki tudta volna szolgálni a külföldi produkciókat. Tulajdonképpen ez sikerült megoldani ennek a stúdiónak a létrehozásával. És ez azóta is tulajdonképpen egyedülálló. Igen. Tulajdonképpen amikor ezt megnyitottuk, akkor ez volt Európa egyik legnagyobb és mindenképpen legmodernebb stúdiója. Tehát az amerikai kollégák jöttek Magyarországra és fotozták a fal szerkezetet. Én emlékszem, hogy olyan innováció a Rally Studio Hollywoodban egyik vezetője azt mondta, hogy saját központi stúdiókban nincs ilyen fejlett technika, mert értelemszerűen az 1-2 évvel korábbi volt, és ide pedig a legeslegújabbat rakták. Hát igen, szerencsénk volt, hogy 2008-ban tört, részben szerencse, részben probléma, hogy 2008-ban történt igazából a fejlesztés, akkor indult el, 2010-re lett vége, akkor volt a válság. A válság alatt részben könnyebb volt építeni, részben sokkal nehezebb volt építeni, mert ugye minden visszaszorult, egyre nehezebben lehetett kapacitásokat találni, de ugyanakkor abból a szempontból szerencsések voltunk, hogy mindenki éhes volt arra, hogy a legjobb dolgait azt meg tudja mutatni a világnak. Ezért technológiában olyan dolgok kerültek ebbe a budapesti stúdióba, olyan árszínvonalon kerültek be, ami mondjuk se két évvel korábban, se két évvel később nem történhetett volna meg, tehát a stúdió színvonala az messze nem érte volna el azt a színvonalat, amilyen tulajdonképpen most így lesz. Ugye a Gábor mondja, azóta is prosperál, egyre több, hát ha nem is egyre több, de továbbra is sok amerikai filmet forgatnak itt. Magyarán szólva a paparazziknak, az érdekességek után kutatóknak nagyon sok lehetősége van Budapesten egy-egy hotelban felismerni, hogy ott lakik az XY, vagy ezen az utcán forgat, vagy amott forgat. Most egyébként például csak azért, hogy visszatérjek a Ricsei egyik résztvevőnkre, Csupó Gáborra, egy Papa Pia című filmet forgat Budapesten, ez magyar film lesz, de csak mondom, hogy visszatért. Tehát nem csak innen mentek ki Hollywoodba, hanem most újabban Hollywoodból is jönnek többen magyarok már vissza ide dolgozni. Antal Nimród forgatja a Viszkis filmet, ő a Papa Piát, és így tovább. Na most én mindig ijedős vagyok, ha valami csomag, nem kinyitjuk ezt? Nem tudom, hogy ilyenkor szoktak mindig megijedni az emberek, különösen ebbe a világban, amikor nem tudjuk, ez nagyon nehéz ám, szóval megfogom. Hát kérem szépen, ezt nem nekem kell fogni, hadd adjam a te kezedbe. Pedig jól áll. Tudnélik, ő ezt 81-ben nem kaphatta meg a kezébe, amikor odaítélték neki, majd elmondja, hogy miért. Tehát 81-ről beszélünk, ugye? Igen. A Légy című film, animációs film, amit Feri rendezett, azért kapta meg az Oscar-díjat. Én nagyon köszönöm, hogy Andrással kezdted, mert hogy ő hogy került ki Hollywoodba, nekem nem volt ilyen szerencsém. Tehát engem is felhívtak telefonon, csak nem egy ilyen message-sel. A lényegében az történt, hogy ez a film nominációra került, tehát biztos, ha most már lehet hallani arról, hogy ez hogy zajlik. Akkoriban még ezt a Magyar Televízió nem közvetítette egyáltalán azt a ceremóniát. Tehát egy hónappal előtte már megtudja az ember, hogy nominálva van, ki az a másik két film, mert akkor még csak három film volt ebbe a kategóriába, akivel együtt nominálták. És
És akkor én meg voltam győződve arról, hogy hát, hogyha egy ilyen lehetősége van a Pannonia filmstúdiónak, ilyen helyzetbe kerültünk, hogy akkor én ki fogok utazni, mivel hogy előtte fél évvel én voltam Los Angelesben. Meghívtak, a Disney utolsó él animátora, annak voltam a vendége. Tehát semmi problémát nem követtem el. Hát ezt politikai nem tudhatjuk, semmi, persze. Tehát teljesen tiszta voltam. És akkor meg voltam győződve, hogy elutazhatom erre a ceremóniára. És közben a Bizalom című film, Szabó István filmje is nominációba került, tehát az idegen nyelvű kategóriába, és hát gondoltam, mivel a delegációval hát én is mehetek, mert lényegben csak egy repülőjegyet kellett volna megvenni, tehát mindent fizetnek, mindent állnak. Én a következő telefont kaptam a stúdióvezetőmtől, amikor érdeklődtem, hogy hát akkor útlevelem is, hogy hát akkor intézhetem a dolgokat, azt mondta, nem Ferenc, mert annyit tudok neked mondani, hogy nem fogsz kiutazni, mert te esélytelen vagy két kanadaival szembe. És erre föl, hát én ezt nem akartam elhinni, hogy hát ez tényleg egy ilyesmi megtörténhet. Tehát azért mondom, hogy micsoda különbség, ugye? És te meséltél egy viccet, ugye? A régenről, hát én is mesélek egy viccet erre, hogy a rabbi találkozik Kondon, és a Kond borzasztó ideges. És mondja, mi van veled? Azt mondja, ide figyelj, rabbi, nekem van problémám, azt mondja, hogy most mi a nagyobb bűn, disznós tenni, vagy a barátom feleségével lefeküdni. Azt mondja neki a rabbi, ide figyelj, mind a kettőt felejtsd el, főben jár bűn. Találkoznak két hét múlva, nagyon nyugodtak van. Azt mondja, mi van veled? Azt mondja, ide figyelj, rabbi, én kipróbáltam mind a kettőt, de micsoda különbség. Hát azért mondom, hogy ezt, hogy micsoda különbség, én akkor ezt megtanul, megjegyeztem. Kár, hogy a régenek nem tudtam elmondani. És hát én, ha ma egy fiatalnak azt mondanám, hogy figyelj, nominálva vagy, vagy azt mondanám, hogy holnap nem mehetsz ki Bécsbe, nem tudom, mit mondana nekem. Én vártam, és hát lényegében a delegáció elutazott, engem nem vittek. Régenre visszakanyarodva, akkor volt, hogy a Régent meglőtték, egy merénylet volt ellene, és ezért 4 nappal elmaradt az Oscar ceremónia. Hát hol lehetett itt információt akkoriban szerezni? Én a Szabad Európát hallgattam, mert ott volt a Forgó színpad című műsor, biztos van az én korosztályomban egy pár ember, aki akkoriban még ezt hallgatta, iszonyúan zavarták, de nagyon jó pofa műsorok voltak. És én azt hallgattam reggel 7 órakor, a Kuruc Lesőtön a társasházban laktam, és akkor mondták be, hogy a Légy kapta az Oscar-díjat. Ez reggel 7-kor fekszel az ágyba, akkor született a kisebbik fiam, a feleségem a másik szobában voltak. Én ezt hallva olyan szívdobogást kaptam, hogy azt mondtam, ez nem fog elállni. Hát kész, most így kell elpusztulni itt, hogy mondom, ezt a tréfát, ezeket megcsinálták velem. Ezek lehet, hogy tudták előre, hogy ki is tudnak írni engem. Hát olyan szívdobogásom volt, átmentem a másik szobában, hát igaz. Figyelj. Nagy testvér figyel. És odálltam feleségemet, fölébredt, hogy mi van? De nem tudtam lényeg megmondani, hogy mi történt. Majd fél óra múlva egymás után csengettek a barátaim. Tehát többen hallgatták, úgy látszik. Reggel akkor tudtam meg, hogy menjen, mert a Kossuth Rádió csak délután 2-kor mondta be. És akkor hívott a stúdióvezetés, és nem. És akkor kiderült, lényegében már a Forgó színpadban már úgy adták a műsort, hogy a delegációval kiment a film, a Hungárofilm vezérigazgatója is, Dósai Elvtárs, és ő kérte az akadémiától, megkérvényezte, ha a Légy című film nyer, hogy akkor ő átverse az Oscar-díjat. Ezt elutasították, mert csak személyesen lehet átvenni, az Oscart nem veheti át más helyet. Ha csak nem halt meg, és a felesége fölmegy, és átveszi helyette. Elutasították. És lényegében, amikor a ceremónia lezajlott, akkor bemondják, hogy úti okmányok miatt lényegében nem vagyok ott. Hát lett volna rá egy hónap. És ment volna tovább a műsor, majd észrevették, hogy fölállt egy úriember, és megy ki, és erre mondta Margot Kidder, hogy mégis itt van. Ők nem tudták, hogy ki ez a Rufus Ferenc. Én voltam akkor 34 éves,
ez az úri ember, aki felugrott és ment a díjért, ez 62 éves volt. Na most a nézőtéren ült ez a bizonyos Bill Little John, ez a Disney utolsó éve animátor, aki engem majd, hogy nem örökbefogadott egy fél évvel ezelőtt, és az azt mondta, hogy ez nem lehet a Ferenc, mert fél éve itt volt, ez ennyit nem tud leromlani. Hát ez, akár Rákos, bármi legyen vele, ennyire nem tud megváltozni, mert ez nem stimmel, ez nem a Ferenc. És lényegül ő jelentette, mert ő átveszi, megköszöni, és nekem van egy meglepetésem, hogy 35 év után tudtam megkapni az eredeti felvételt, ahol ez a bizonyos dublőröm elment és átvette. Addig soha senkitől nem tudtam megszerezni. Én idén kaptam meg ezt a kis felvételt, és ő lényegében utána elment még a partira is, és élvezte az ünneplést, majd a szállodába visszavette tőle a rendőrség. Lényegében letartóztatták, mint hogy egy áruházi lopást végzett volna, és ebből egy iszonyú kalamaika lett, mert akkor még nem volt konzulátusa. Na ezért jó, ha ráadásul olyan főkonzul van, aki érdeklődik a filmet. Mert így 8 óráig, 8 órán keresztül le volt tartóztatva, mert amíg így tudta igazolni magát, mert lényegében az én nevem volt ráírva, nem Dósa István. Igen, ám, de ebből egy iszonyatos kavalkád lett, és hát azért ők attól kezdve engem nem szerettek, mert ugye egy ilyen kellemetlenségnek lettek ők részesek. Ez látható? Itt én van? Ezt le tudom akkor... Na de... ott fölül van az ikon, te óriási mester vagy, ott azaz. Egyébként külön üdvözöljük Máté Szalkáról, a Tony Curtis falváról, Cservegyák igazgató. Hát most jönnek be a speakerek, akik vezetik a műsort. Short is a short film? A short film is 3,000 feet or less. Uh-huh. So 90 feet a minute, that's about 33.3 minutes. Mm-hmm. And I've done some acceptance speeches that were longer than that. The nominees for Outstanding and Achievement at Animated Short Films are All Nothing, Frederick Back, producer. The Fly, Friends, Refuse, producer. That's what the lead. 3 minutes flat, Michael Mills, producer. The winner is. Tehát három jelölt közül. The winner is The Fly, Ferenc Rafiusz producer. És néznek körül, hol a Rófusz. Ebben van lefacsolni. Remélem. The Academy would like to congratulate Ferenc Rafiusz and accepts this award on his behalf. So congratulations. Hát egy gratulálnak nincs ott. Ó, ott van! Későn kaptam a meghívást. De ő kapta későn. And now congratulations are also in order for the following nominees. What a cool! Hát szóval látták az igazi történetet. Később kapta meg az értesítést, de nem mondja, hogy nem ő a Ferenc, de 8-an voltak kinn akkor a delegációval. Befértél volna. Hát gondolom, csak egy repülőjegyet kellett volna venni. Woody Allen maszkírozza. De jó volt a maszk, hát micsoda figura. Az Andrásom közben, nem lehet, hogy a Woody Allen vitről átjárt. Hát remek a maszk. Hát remek, hát ezt így eljátszani. De. Mint az élik. És de azért végül is jó kezekbe kerül. Végül is aztán, hogy rövidre zárjuk a dolgot, 2,5 hónaponban tellett az, hogy el tudtam intézni azt, hogy kimehettem átvenni, mert vártak engem az akadémián, hogy mikor érkezem. És először a Posgai volt a kulturális miniszter, akkor nem segített. A Matocsi volt az igazgatóm, nem segített. Az apukája. A papája. Akkor a Posgai nem segített, és akkor
megbátorodtam, és írtam egy levelet, mert mondtam, most már hova lehet még fordulni, hogy ki tudjak, hogy kapjak egy szolgálati útlevelet, mert akkoriban nem úgy volt, hogy kivettem az útlevelet a fiókból, és elszaladtam, hanem kellett egy szolgálati útlevél. És akkor írtam a Kádár titkárságra egy levelet, mai napig megvan a kis cetlemben, föladtam ajánlva, és egy kis postafiók volt ott a kerületünkben, ahol mindig a lakástörlesztést fizettem, és nagyon ismertem, idős kis postás néni volt ott, és akkor adtam ezt oda neki, hogy regisztrálják, bélyegezze le, azt mondta, hogy ez maga komolyan gondolja, azt mondja, hogy ebből baj lesz, mert a Kádár titkárságra adtam föl a levelet, és kértem, hogy hát segítsen, ki szeretnénk menni. És egy hét múlva nem volt telefon, kis telefon, meg ilyen zsinoros se volt a lakásom. Jött egy pofa, becsöngetett egy állami kocsival, és azt mondta, hogy adjam oda a szolgált útlevelem, amiben nem volt ablak. És mondta a feleségem, hogy te már annyi hülyeséget csinált az életedbe, most kész, a büdös életben mi sehova nem megyünk már. Hát hogy lehetett ilyen baromságot? Ha látod, most jött, viszik még az útlevelet. Elment a pofa, nagyon kedves volt, egy fiatal öltönyös fiú. Egy hét múlva jön, mondja az apari, megint csöngetett, pont otthon voltunk. Milyen szerencséje van magának, mondtam. Azt mondja, magának is, azt mondja, jó utat. És néztem az útlevelet, és benne volt az amerikai vízumom. Hát nekem előtte volt amerikai vízum, de te is emlékszel rá, hogy hányas lába van a bátyámnak, meg igen, az öcsémnek. Igen. Volt a szakszervezeti tag. Mindent be kellett írni, az alapot kellett kitölteni, hogy őrület. És mondom neki, hát hogy lett, én nem töltöttem ki papírt, mondom, ez nem jó, ez mondom, biztos? Mondom, biztos, azt mondja, utazzon. Minden de információ rendelkezésre. Minden rendben volt. És akkor én hálával tartoztam ennek a Bill Little Johnnak, és ilyen érdekes, hogy amikor elmentem az akadémiára átvenni, akkor a Csupó Gábor barátom, aki velem dolgozott együtt, de akkor ő még nagyon a kezdetén volt Hollywoodban, utána nagy ember lett, a Simpson sorozatot ők csinálták, és akkor azt kérte, kis sárga figurák. Igen, azt mondja, a Ferenc, azt mondja, vigyél el magad az akadémiára, azt mondja, hogy nagy álmodok be még. És ő fotózott, ő a fotós. Szóval röviden ez a, hogy hogyan lehet elkerülni Hollywoodba. Akkor felkínáltak életem egyik legjobb szerződését, lényegben Ralf Baksi, és akkor mondták, mert hogy reklámból, nekünk fogalmunk nem volt, hogy egyáltalán hogy működik ez az egész Hollywood, mert amikor megérkeztem, és ennél a bizonyos Bill Little Johnnál lakhattam, az rögtön első kérdése az volt, hogy mi van a bőröndödben. Hát én tudtam egy teniszőrült, én is az voltam, saját pályája volt a házánál, hát mondtam, vittem a teniszütőt, meg a kis kosztümömet, hát mondom, hogy minden rendben legyen. Szóval nem azt kérdeztem, hogy hol vannak az originált rajzok? És mondom, de elhozok 4000 rajzot, tehát föl sem tudom emelni, hát egy ilyen celluloidon, hát egy raklap kell hozzá. Hát azt mondja, ez nagy hiba, hogy nem hoztad, mert csináltunk volna veled egy interjút a Animation magazinba, és hogy dedikálod a rajzokat a Sunset Boulevard melyik galériába. $50 egy rajz, azt mondja, 3600x$50, azt mondja, megvan a következő filmedre a pénz. Hát most el lehet képzelni, hogy ültem, és így kattogott az agyam, úristen, 3000 ennyi dollár, $120 mentem ki akkor Kanadába. Ez rengeteg pénz, minden, holnap megyek haza, hozzuk raklapon a vizet, de hát mondtam, hülyeség, mert nem biztos, hogy ez enyém lesz az a dollár mennyiség, fenet se tudja, hogy kinek fogják odaadni. És akkor kínáltak lényegben egy olyan szerződést a Ralf Baksi, mert akkor mondták el, hogy reklámból kellek nekik, tehát az akkori győztes, mindig Oscar győztes, azt egy egész estés filmbe akartak engem berakni, és akkor nem tudom már hány országnak rögtön el is adják. És akkor rögtön azt mondja, mit kell csinálnom? Azt mondja, ne foglalkozz vele, hogy mit kell csinálni, semmit, azt mondja, mutogatunk mindegy ilyen díszbarmot, és azt mondja, hát ez a biznisz, hát azt mondja, ezt éri neked az Oscar. És akkor hogy írjam alá a szerződést, meg mindent, de hát mondtam, hát két gyerek otthon van, meg feleség. Hát mondom, engem nem engedtek ki, hát milyen tortúra volt, hát nem, az, hogy ügyvédek elintéznek mindent, hát én nem hittem nekik, mert mondtam, hát azért volt itt már tréfa kacagás, hát mondom, inkább hazajöttem, és gondoltam, hogy hát akkor meg tudok csinálni, vagy majd bármilyen projektet, amit gondolkodtunk, meg álmunk volt, de nagyon tévedtem, mert lényegében ezzel a díjjal én csak haragosokat, meg irigyeket szereztem magamnak, mert nem úgy reagált el a stúdió. Tehát azért utána én találkoztam személyesen a Dósai elvtársa, és
azt mertem neki mondani akkor, hogy maga egy nagyon ízetlen tréfát csinált velem. Nem mertem tegezni meg, minden pedig a filmesek tegeződnek. De kicsit lehetetlené. Mit válaszolt Ósai elvtárs? Morgott az óra alatt. Szóval nem volt artikulált. Nem, a Matöncsi szobájába találkoztunk, szóval akkor még nem tudtam, hogy én nagyon megsértettem őket. Dúsai Jártás kimúlt az élők sorából? Igen, hát nézd, akkor ott 62, 34, hát 35, igen, rá 15 évre azt hiszem. De lényegben elég lehetetlen helyzetbe kerültem a stúdión belül, még csináltam így egyedi filmeket, és akkor mondtam, hogy ez egy hülyeség itten ezt így csinálni, és akkor megtudtam, hogy volt egy bizonyos koncertiroda a Vörösmarty téren, akik szabad szellemi foglalkozású embereket kiexportáltak. Ez is a fiatalok hallják, hogy azért képzeld el, most így vághatná neki Európának, hogy jelentkeztem, mint zenész. Értemben nem zenéltem, tudsz játszani zongorán, én nem. És azok kiküldtek úgy, mint Ránki, Kocsis Zoltán, cigányzenészek New Yorkba, és kötöttek egy szerződést velem, hogy havi 500 márkát fizetek, és azért dolgozhatsz kint. Érted ezt? Az a producer nem értette a Németországban, hogy hogy van az, hogy te dolgozhatsz, és azért te fizetsz haza. Igen, sajnos ez így van, de nagyon boldog voltam, mert így nem voltam diszidens, és legális volt a dolog, bármikor haza mehetnék. Sőt, három és fél évig itt fizettem nekik, csak az volt a probléma mindig, hogy mentem a Németországba az Arbeitszent Poliszra, és ültem minden fél évben, mert a szociálista útlevelünkben csak fél évre adtak ilyen work vízát, és a török-jugoszláv vendégmunkásokkal ültem ott sorra, hogy mindig ki akart rúgni az a hivatalnak, hogy hát mit keres itt ez a pali, hogy itt akar boldogulni. És akkor lényegében csaltak Kanadába, akkor feladtam ezt az egész hacacárét, és akkor vágtam bele, és úgy mentem meg Kanadába, oda, ahol ez a két nominált kanadai volt. Aki biztos megérdemelte volna, mondta Dósai. Én soha nem gondoltam, hogy ott fogok élni, és én oda mentem, te jó ég, mondom, ezekkel voltam én nominálva, hát ezek biztos, ezek is utálnak, mint a nyavai, hogy ez a kis komcsi gyerek itt elvitte előlük, mert a Federik Valk akkor voltam 60 éves, vagy 61 éves, aki nominálva volt, hát mondom, eznek biztos nem leszek a liblingje, de hát, hogy miket produkál az élet, és hogy viselkednek ők ott. Az, mikor elment nyugdíjba, akkor fölhívott, és azt mondta, hogy pályázzam meg az ő állását, mert ő egész életében egyedi filmeket csinált ott a Rádió Kanadánál, és akkor te is ott tudod befejezni, ami még hátra van. És pályázz meg az állásomon. Tehát nem utált, ez a pacák utána nyert még két Oscar-díjat a Federikba, hanem ilyen barátsággal fogadtak. Tehát ezt érdemes tanulni, igen, hogy itt nálunk is, hogy szeressük, igen, egymást, hiába jobb. Nem szóval egy ilyen, ez egy gentleman volt, eredetileg egy született német volt, mert ez bónokból került ki, de hogy ilyen nemes viselkedési volt, hogy ez igen. Azt mondta, hogy dolgozzál. Szép dolog. És Kanada után visszajött. És most igen, visszajöttem, a két fiam van, egy 40 éves, egy 35 éves, ők szintén filmesek, csak 3D-s animátorok, tehát a komputer animációt, nem ezt a régi fashion-t követik, és ők kint dolgoznak. Egy gyors kérdés van. Bocsánat, még akkor a 3,5 percet a legyet le tudnám még vetíteni. Ja, na nézzük meg a legyet. Nézzük meg a legyet. Igen, igen, igen. Ez két évig készített. Even a short film can be great. As you can see now. Tehát ez volt az első háttéranimációs film. Kapcsoljuk azt a mindig, köszönöm. Thank you.
megcsinálta a hangját. Filmet, hogy megcsináltam, ez évekbe tellett, mert nem tudom, van közülünk, aki ismerte Ankis Elemért. Én neki köszönhetem, hogy ebből film lett, mert akkoriban úgy volt, hogyha volt az embernek egy ötlete, mert az egész ötlet a Pink Floyd Umaguma lemezen rajta van, ez a hangi anyag lényegében ott megvan, és én arra találtam ki ezt az egész forgatókönyvet, ezt megrajzoltam egy storyboardot, bevittem, vittem a hangi anyagot, és megmutattam. És kértem, hogy vegyék meg a jogdíjat. Azt mondták, ezt felejtsd el, neked kell megcsinálni. Tehát jó magam futok le Uher Magnóval a vállamon a lépcsőn, és a Langre Redete ismerted, ez egy zörejező emberke volt, egy Trabant kocsia volt, és abban voltak a kellékek, és a filmeket zörejezték. Akkor még nem úgy volt, hogy beírtam a komputerbe, hogy légy hang, és akkor 77 megjelent. És ő a szájával csinálta. Mindenféle állatot tudott. Az, hogy ez a parketten való járást, azt egy ekkora parkett a csíkotnál legyen keretbe, a kocsiból kivet, és azon helyben járkált, és mikrofonon fölvető. Egy zseniális pali volt, mert mi legyeket bosszantottunk ilyen üvegbe, befőtes üvegbe, de nem zümmögött addig, és nem úgy zümmögött, és ő azt mondta, hogy a szájával tudja csinálni. De mondtuk, de hát figyelj, 3,5 percig hogy tud zümmögni? Azt mondja, veszem a levegőt, meg fújom. Azt mondja, napokig. Szóval egy zseniális ember volt. Egy apró megjegyzés, de hogy volt neki egy ilyen papírból készült orsója, amelyre felszoktak csévélni pamutot. Az egyik végére láb rá volt írva, hogy légy szöcske, szúnyog, másik volt a oroszlán kutya, tehén, és ezek rá volt, és ezekkel csinálta, bocsánat. A kókuszdióval csinálta például a lóvágtákat. Kókuszdióval az asztalon, és olyan volt, hogy azt hitte egy ménes megindulat. Döbbenetes volt a fickó. Hát ilyen hangeffektus. A színházakban is dolgozott, abszolút, vagy a színpad alatt volt, és mindent tudott, ajtó, nyikorkás, mindent tudott utánozni a fickó. Hát lényegében ez a film azóta kritika, mert akkoriban be kellett menni a művészeti tanácsra, kellett vinni 5 lektori véleményt, hogy javasolják, ha azt nem tudtam vinni, akkor addig nem is tárgyaltak az emberek. Akkor bejutott az ember a művészeti tanács elé, akkor feltettek kérdéseket, és a következő volt az első kérdés, ki a légy, és ki az, aki kergeti. Na most, addig az ember, és eszeg nem is gondol ilyenekre, hogy így meg tudják lepni, mert nekik az volt a probléma vele, hogy a légy azok mi vagyunk, és ez a nagy szovjet medve kergeti. És hogy ez ebből balhé lehet, ebből lézzel, és akkor a hang is elemére elkezd, hogy figyelj, nem kell, hogy akkor aki zümmög, az föl tűzik. Hát volt ilyen, de hogy hát akkor elkezdtem, akkor kirepül az ablakon, és csak akkor is hadd csinálja meg, mert senki nem csinált előtte lényegében egy szubjektív kamerával filmet. Tehát úgy, hogy a
a kamerát beteszem a létszemibe és a repülést. Mert akkoriban semmiféle segédeszköz nem volt, akkor lett volna egy ilyen videókamerám, hát óriási, de volt egy Zeniten fényképezőgép, egy alapoptikával, egy barátomnak volt a Gujdár Józsinak egy hajszemobjektívja, ráragasztottuk szigetelő szalaggal, és akkor csináltunk kb. 50 fotót. Ebben a filmben minden egyes bútor, épület, erdő, minden mai napig megtalálható, mert a barátoméknak, meg a anyámék lakásával rajzoltunk le mindent. És a barátomnak az édesanyja az nem akarta elhinni, hogy azt hitte, csak hülyéskedünk, mert vagy két évig csináltuk ezt a filmet. És akkor levetítettük neki, és meglátta a saját zongoráját, meg Csillárt, meg elsírta magát, most mondta, azt hitte, hogy csak bohóckodtok itt, hülyéskedtek, mert ez 4000 hátteret kellett megrajzolni. Úgyhogy a kamerával itt leveszek mindent, exponálok, odébb megyek egy méterre, megint exponálok, tehát így mindent meg kellett rajzolni egy rétegbe. Tehát itt semmiféle trükk, akkoriban még special effect se volt, hanem a fotokarton szikébe kivágtuk, látok stúdióban milyen jól tudom. És alulról egy 1000 wattos lámpával átvilágítottam a 35-ös kamera alatt, és akkor amilyen volt. És egy hetet vártunk, míg a laborból bejött az anyag, hogy most jó vagy nem jó. Fú, nem jó, még egyszer megcsináltuk. Szóval egy ilyen küzdelmes munka volt, de ez volt a szép benne, és az, hogy az örejeket is nekünk kellett előállítani, és nekünk Feri, kellett... találj ki valamit olyat majd, amiben ezeket az örej művészeket ismét lehet alkalmazni. A 4000 valahány képet pedig be kell mutatni, és árverezni kell, hát ha akkor egy komoly bevétel lesz. Gábor, csinálnál még új stúdiót? Röviden. Vagy elég volt? Nem tudom. Most, hogy a Feri elmondta, hogy biztos új filmeket csinál majd. Most filmet csinálnék és inkább. Akkor... én most már nem ez a filmet csinálok, de egy szobában, egy lakásban. Mindig eredeti dolgokat csinálsz. Igen. Egy szobában, szóval, nem stúdióban. Ez egy kollégám Izraelbe él, mert a felesége konzul, vagy szörnyű, nem tudom, főkonzul. És ő, mint futballista feleségnek ki kellett menni, és onnan dolgozik velem, interneten beszélünk, Skype-on. Mikor lesz ez a film meg? Egy éven belül. Egy éven. Jövőre majd arról beszélünk. Te pedig, az a 4 év Los Angeles konzuli, főkonzuli, diplomáciai dolog, én hallottam egy egyéni estedet, egy önálló estedet, amikor tulajdonképpen Los Angelesről beszél. Tehát valóban ilyen jó emlékek vannak, hogy a kis kirándulás, ami a diplomácia, az szükséges volt, hogy még egy önálló esten is bemutasd? Annak az estnek az volt a lényege, hogy ha valaki az életben vagy a színpadon kap egy szerepet, vagy játszik egy szerepet, mondjuk azt, hogy én apa lettem, vagy a Feri apa, az egy szerep. Azt, ha az ember rosszul játsza, akkor megbukik. Én nem játszom túl jól a fiammal, most össze vagyok veszve, különben nagyon szeretem. De, tehát hogy az ember az élet szerepeit ugyanúgy éli, mint a színpadi szerepeit. És amikor jött a rendszerváltozás, akkor én úgy éreztem, hogy az a fajta színház, amit mi tudtunk csinálni, amely rekódolt üzenetekben rejtette el, hogy harmadik Richard az nem harmadik Richard, hanem acél elvtárs, ugye? És a közönség is értette, és mi is értettük, és mindenki tudta, hogy tudjuk, hogy tudjuk. Ez volt a színház, amit mi nagyszerűen tudtunk játszani. Rendszerváltozás után bárki kiállhatott az utcasarokra, és azt mondta, Antal József egy segg. Nem jött a rendőr, nem verte meg, nem vitték börtönbe. Tehát más színházat kellett csinálni. És ebben a más színházban attól tartottam, hogy nekem nem lesz szerepem. Én ezt nem tudtam. És akkor jött az a felkérés, hogy menjek Los Angelesbe, és én ezt úgy fogtam fel, mint egy szerep. Ez egy másik szerep. Ugye, hogy ezt a másik szerepet igyekeztem jól megtanulni, jól végig gondolni, nem lehet, sántítani nem lehetett benne, 4 éven keresztül nem lehetett furcsa mozgást alkalmazni, mert az unalmas. Dadogni se lehet 4 éven keresztül, mert az hülyeség. Tehát ezt hősből kellett játszani, mint egy fiatal, lendületes, sportos főkonzul, és akkor ezt én megtanultam, és ezt éltem. És ez nagyszerű volt. Tehát
ez egy életszerep, amelyet az élet rámosztott, igyekeztem ennek eleget tenni, istenien tudok levelezni ilyen hivatali módon, nagyon, nagyon kiállnék bárkivel egy levélváltásra, bármelyik főtisztviselővel. Szóval, hogy igen, körülbelül nekem nagyon nagy tanulság volt, rengeteg különös emberrel találkoztam, egy egész más életstílussal, ez a hivatalnoki, félkatonai, nincs mese, nincs viccelődés, nincs humor, annak kell megfelelni, amit kérnek, menjen el, intézel, utasítom, és ezt én meg végrehajtom. És a fegyelem. A fegyelem. Amikor 5 óra van, akkor 5 óra van. Most 6 lesz mindjárt. Na hát, azt szeretném mondani önöknek, először is minden elismerésem önöké, hogy kibírták ezt a nagyon jó beszélgetést. Szerintem az urakra, hogy megismerték itt most az asztalnál őket, önmagukban is órákat tudnak beszélni, ami nagyon jó, és nem kizárt, mert erről ma beszélgettünk itt már az ebédnél, hogy előbb-utóbb hamarosan külön-külön valamit kitalálunk itt Miskolcon, majd velük, meg máshol is, ahol aztán ezt a hallatlan sok sztoriba ágyazott történelmi háttérinformációt meg lehet ismerni. Hát nagyon köszönöm a részvételüket, elérkezett az időnk, hogy itt abba kell hagynunk. Hát mi még ma este sokat fogunk úgyis beszélgetni, tehát amit most nem mondtunk el, azt majd szűk körbe elvagyjuk. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Ahol András, amit András alapított és hozott létre, bérelt, kivett meg a magyar állam részére. Tulajdon. Tulajdon. Az egyik első összejövetelen, sötét öltönyös, izgatott emberek jöttek, én még semmit nem tudtam, csak mondta valamelyik is, hogy kik jönnek, és azért, köztük Varga Gábor, és bizonyos, nagyon titkos környezetben megtörtént egy komoly szerződésnek a véglegesítése tulajdonképpen, vagy hát akárhogy is nevezzük, aminek aztán 3 évvel később az lett az eredménye, hogy Budapesten a 15. kerületben az akkori legmodernebb technikával létrejött a Radi Stúdió Budapest, Budapest Radi Stúdió Origo néven. Ezt majd elmondja Gábor, ő volt a vezérigazgatója és tulajdonképpen ötletgazdája, ha úgy tetszik. Hát hogy kell idehozni, hogy kell alapítani egy filmstúdiót, ha már Adolf Cukor meg Fuchs Vilmos megtette? Először is szeretném megköszönni, hogy egy kis átvezetést tartottál az András előadása után, mert elég nehéz lett volna nekem folytatni. Hát te is felállhattál volna. Ezután a produkció után igazából azt akartam kérni, hogy hadd folytassa az András. De, nem vagy, nem. De akkor így az átvezetés után, ugye a feladat az az volt, hogy hogyan lehet egy alapvetően művészeti ágból, főleg Magyarországon, ugye itt minden állami támogatásból működött a komplett filmgyártás, hagyományosan is, de ugye az új időszakban is. Hogy lehet ebből üzletet csinálni? Mert itt fordulnak át a dolgok, hogy hogyan lehet olyan volumenben filmeket előállítani, hogyan lehet külföldieket meggyőzni arról, hogy azt a rengeteg pénzt, amiben egy-egy nagy film kerül, sokszor 100-150 millió dollárt, annak egy részét hozzák ide, kockáztassák meg azt, hogy elhagyják az otthoni ismert környezetet, jöjjenek el egy idegen kultúrába, egy idegen országba, és kezdjék el itt elkölteni ezeket a pénzeket. Ez volt tulajdonképpen a feladat, ami hát rendkívül egyszerű volt, körülbelül 6 évig tartott, mire sikerült létrehozni, 2004-ben kezdtük el, 2010-ben nyílt meg a stúdió, és a Balázs tényleg egy nagyon fontos pillanatában volt ott ennek az egész folyamatnak, amikor sikerült megállapodnunk a világ legnagyobb filmstúdió üzemeltetőjével, ez a Radi Studios, azért nem ismerik sokan a nevét, mert hogy ez nem gyárt filmeket, tehát ő nem az a profilja, nem azzal foglalkozik, hogy filmeket állít elő, hanem nagy filmgyártó cégeknek, nagy stúdióknak szolgáltatásokat értékesít. Ugye ez is egy fontos pont, mert igazából azt tud minden stúdiónak szolgáltatást értékesíteni, aki saját maga nem verses ellendület ezt tartott. Elkényelmesedtek, egyre drágábbak lettek, Magyarországon bevezették a 20%-os akkor még adókedvezményt, de nem volt,
nem volt facility, tehát nem volt olyan filmstúdió, amelyik ki tudta volna szolgálni a külföldi produkciókat. Tulajdonképpen ez sikerült megoldani ennek a stúdiónak a létrehozásával. És ez azóta is tulajdonképpen egyedülálló. Igen. Tulajdonképpen igen, amikor ezt megnyitottuk, akkor ez volt Európa egyik legnagyobb és mindenképpen legmodernebb stúdiója. Tehát az amerikai kollégák jöttek Magyarországra és fotozták a fal szerkezetet. Én emlékszem, hogy olyan innováció a Rally Studio Hollywoodban egyik vezetője azt mondta, hogy saját központi stúdiókban nincs ilyen fejlett technika, mert értelemszerűen az egy-két évvel korábbi volt, és ide pedig a legeslegújabbat rakták. Hát igen, szerencsénk volt, hogy 2008-ban tört, részben szerencse, részben probléma, hogy 2008-ban történt igazából a fejlesztés, akkor indult el, 2017 vége, akkor volt a válság. A válság alatt részben könnyebb volt építeni, részben sokkal nehezebb volt építeni, mert ugye minden visszaszorult, egyre nehezebben lehetett kapacitásokat találni, de ugyanakkor abból a szempontból szerencsések voltunk, hogy mindenki éhes volt arra, hogy a legjobb dolgait azt meg tudja mutatni a világnak. Ezért technológiában olyan dolgok kerültek ebbe a budapesti stúdióba, olyan árszínvonalon kerültek be, ami mondjuk se két évvel korábban, se két évvel később nem történhetett volna meg. Tehát a stúdió színvonala az messze nem érte volna el azt a színvonalat, amilyen tulajdonképpen most így lesz. Ugye a Gábor mondja, azóta is prosperál, egyre több, hát ha nem is egyre több, de továbbra is sok amerikai filmet forgatnak itt. Magyarán szólva a paparazziknak, az érdekességek után kutatóknak nagyon sok lehetősége van Budapesten egy-egy hotelban felismerni, hogy ott lakik az XY, vagy ezen az utcán forgat, vagy amott forgat. Most egyébként például csak azért, hogy visszatérjek a Ricsei egyik résztvevőnkre, Csupó Gáborra, egy Papa Pia című filmet forgat Budapesten, ez magyar film lesz, de csak mondom, hogy visszatér. Tehát nem csak innen mentek ki Hollywoodba, hanem most újabban Hollywoodból is jönnek többen magyarok már vissza ide dolgozni. Antal Nimród forgatja a Viszkis filmet, ő a Papa Piát, és így tovább. Na most én mindig ijedős vagyok, ha valami csomag, nem kinyitjuk ezt? Nyugodtan. Nem tudom, hogy ilyenkor szoktak mindig megijedni az emberek, különösen ebbe a világban, amikor nem tudjuk. Hú, ez nagyon nehéz ám, szóval megfogom. Hát kérem szépen, ezt nem nekem kell fogni, hadd adjam a te kezedbe. Pedig jól áll. Tudnélik, ő ezt 81-ben nem kaphatta meg a kezébe, amikor odaítélték neki. Máj, csak két ember, tehát mindent ők csináltak. Fantasztikus páros volt, mindenki elismeri őket, rendkívül sok filmtársaságbeli tagság, és így tovább öregbíti a hírüket. Csak a négy legkiemelkedő filmjét Pressburgernek vettem ide, és aztán lesz még egy ötödik, de arról majd külön beszélünk. A Blimp ezredes élete halála 1943-ban, ezt játsszák többször azóta is, vagy a 46-ban a Diadalmas szerelem, és itt jön be, hogy bárhol is volt Pressburger, magyarságát próbálta megőrizni, és magyar vonatkozásokat becsempészni. Ez a könyv tulajdonképpen Karinthy regényét az utazás a koponyán körül használja fel, mint alaptörténet. 47 a fekete nárcisz és 48 a piros cipellő. Ausztriába költözött 1965-ben, a szülőhazájához közel dolgozhasson, de végül is aztán 70-ben visszaköltözött Angliába, és 88-ban halt meg London mellett. Ezeket a díjakat kell kiemelnünk, és itt van az a film, amire céloztam, az úgynevezett 49. szélességi fok, 43-ban erre kapta Pressburger az Oscar-díjat. 49-es a piros cipők, ami már az előző szlájdon szerepelt, többszörös Oscar-jelölés, de nem érte el az Oscar. 51-ben a Berlin, az első nemzetközi berlini fesztiválon ezüst medvedíjat kaptak a Hoffman meséivel, és 82-ben a Velencei Filmfesztivál életmű díját, az aranyoroszlánt kapták mindketten, Pressburger és Havel. Ez egy fontos dolog, ő mondta a lányának, hogy miért jó egy forgatókönyvíró. Ezt mondta, hogy kevés olyan forgatókönyvíró van, aki jó forgatókönyvet tud írni, és a lényeg az, hogy is időben kész is van vele. Ezt ma nagyon sok filmnél látják, hogy a kezdeti stádiumban a forgatókönyv megírása az bizony rendkívül hosszú időt vesz igénybe.
itt egy mondat erejéig, vagy egy dia erejéig meg szeretnék emlékezni Kevin McDonaldról, aki az unoka 67-ben született, és ő a 2006-os, az utolsó Skót király című rendezéséért, film rendezéséért kapta meg az Oscar-díjat. És akkor ezzel zárnám ezt a nagyon rövid ismertetőt, itt van eltemetve Pressburger. Nagyon-nagyon érdekes, vallás és kultúrtörténeti egyedülállóság is, hogy így mondja, mert ugye jobb oldalt látják, hogy egy anglikán templom sírkertjében van eltemetve, és ugyanakkor a síron egy Dávid csillag van, hiszen Pressburger zsidó családban nőtt fel, és ez aztán különösen nagyon a leghíresebb rendezők, színészek, akiknek emléket akarnak állítani, mert hogy olyan sikeresek, eredményesek voltak, ebből 22 magyar csillag. Hát ez szerintem mind a kettő jó szám. Ez a könyv megpróbálta feldolgozni az Oscar-díjasokat is, a csillagbirtoklókat is, sztorikat hoz arról, hogy van egy magyar filmfesztivál Los Angelesben, amely évről évre bemutatja a magyar filmeket, és számtalan olyan elemet hoz, amelynek itt az ideje, hogy minél többen megismerjék. Hogy az operatőrjeink, Zsigmond Vilmos, Kovács László, akik 1956-ban menekültek el, és akik 3000 méter, 3000, bocsánat, ha jól emlékszem, 3 kilométer, igen, majdnem ugyanaz, 3 kilométernyi filmszalagot vittek ki magukkal, az 56-os eseményekről, melyeket ők filmeztek, és utána menekültek, már rájöttek, hogy milyen nagy bajban lennének, ha ezt a filmet elvennék tőlük és megtalálnák. És tulajdonképpen az 56-os eseményeket főleg az ő film felvételeik alapján mutatta be számos nyugati televízió. És így tovább, rengeteg ilyen sztori van, egy ilyen könyv nem elég, sok könyvet lehet írni, már mások is sokat írtak, de itt az ideje, hogy még többet beszéljünk róla. Most egy nagyon rövid blogban meg szeretnék külön Pressburger Imréről emlékezni, itt vagyunk, és a Cinefest részeként. Ezt jobb oldalt alul, aki még nem járt Miskolci révén, vagy lévén a Szentpéteri kapu 3-ba, akkor feltétlenül menjenek el, azt kérem, és nézzék meg az emléktáblát, amit ma délután elsőkor megkoszorúztunk. Kriza a polgármester úrral, illetve bíró Tiborral, a Cinefest igazgatójával. Öröm hír, mondta Kriza polgármester úr, hogy az épületet megszerezte az önkormányzat, tehát most már kezdetét veheti az a tervezés, hogy a Pressburger ház valóban egy komoly filmes központtá váljon. Csak egy-két dologot az életrajzról, de viszont felhívnám a figyelmet a bal oldalt alul, hogy Pressburger úgy látszik jó géneket adott tovább, mert egyik unokája szintén Oscar-díjat kapott, Kevin McDonald néven brit filmrendező volt két unokája közül. Az egyik érdekes módon a másik unoka is producer filmes. 1911-ben kellett innen elköltözni Szabadkára, Temesváron végzett, csak hogy gyorsan Lajstromba vegyük, a Prágai és a Stuttgarti Egyetemet látogatva nem szerzett diplomát, mert már a film mániája akkor eltérítette őt ettől az útról. 26-ban rövid ideig Pesten élt, belekezdett egy vállalkozásba, de nem sikerült. Díjjal én csak haragosokat, meg irigyeket szereztem magamnak, mert nem úgy reagált el a stúdió. Tehát azért, utána én találkoztam személyesen a Dósa jelvtársa, és azt mertem neki mondani akkor, hogy maga egy nagyon ízetlen tréfát csinált velem. Nem mertem tegezni, meg minden pedig a filmesek tegeződnek, de kicsit lehetetlené. Mit válaszol Dósa jelvtárs? Valami morgott az óra alatt. Szerintem volt artikulált. Nem, a Matöncsi szobájában találkoztunk, szóval akkor még nem tudtam, hogy én nagyon megsértettem őket. Túlsági jártás kimúlt az élők sorából? Igen, hát nézd, akkor ott 32, igen. 34, hát 35, igen, rá 15 évre azt hiszem. De lényegben elég lehetetlen helyzetbe kerültem a stúdión belül, még csináltam így egyedi filmeket, és akkor mondtam, hogy ez egy hülyeség itten ezt így csinálni, és akkor megtudtam, hogy volt egy bizonyos koncertiroda a Vörösmarty téren, akik szabad szellemi foglalkozású embereket kiexportáltak
ez is a fiatalok hallják, hogy azért képzeld el, most így vághatná neki Európának, hogy jelentkeztem, mint zenész. Értemben nem zenéltem, tudsz játszani zongorán, én nem. És azok kiküldtek úgy, mint Ránki, Kocsis Zoltán, cigányzenészek New Yorkba, és kötöttek egy szerződést velem, hogy havi 500 márkát fizettek, és azért dolgozhatsz kint. Érted ezt? Az a producer nem értette a Németországban, hogy hogy van az, hogy te dolgozhatsz, és azért te fizetsz haza. Igen, sajnos ez így van, de nagyon boldog voltam, mert így nem voltam diszidens, és legális volt a dolog, bármikor hazamehetnék. Sőt, és 3,5 évig itt fizettem nekik, csak az volt a probléma mindig, hogy mentem a Németországba az Arbeitsamt-Polizeira, és ültem minden fél évben, mert a szocialista útlevelünkben csak fél évre adtak ilyen work vízát, és a török-jugoszláv vendégmunkásokkal ültem ott sorra, hogy mindig ki akart rúgni az a hivatalnak, hogy hát mit keres itt ez a pali, hogy itt akar boldogulni. És akkor lényegében csaltak Kanadába, akkor feladtam ezt az egész hacacárét, és akkor vágtam bele, és úgy mentem meg Kanadába, oda, ahol ez a két nominált kanadai volt. Aki biztos megérdemelte volna, mondta Dóshelyet. Én soha nem gondoltam, hogy ott fogok élni, és én azért mentem, hogy a jó ég, mondom, ezekkel voltam én nominálva, hát ezek biztos, ezek is utálnak, mint a nyavai, hogy ez a kis komcsi gyerek itt elvitte előlük, mert a Federik Valk akkor voltam 60 éves, vagy 61 éves, aki nominálva volt, hát mondom, eznek biztos nem leszek a liblingje, de hát, hogy miket produkál az élet, és hogy viselkednek ők ott. Az, mikor elment nyugdíjba, akkor fölhívott, és azt mondta, hogy pályázzam meg az ő állását. Hát, szép dolog. Én hallottam egy egyéni estedet, egy önálló estedet, amikor tulajdonképpen Los Angelesről beszélt. Tehát valóban ilyen jó emlékek vannak, hogy a kis kirándulás, ami a diplomácia, az szükséges volt, hogy még egy önálló esten is bemutasd? Annak az estnek az volt a lényege, hogy ha valaki az életben vagy a színpadon kap egy szerepet, vagy játszik egy szerepet, mondjuk azt, hogy én apa lettem, vagy a Feri apa, az egy szerep. Azt, ha az ember rosszul játsza, akkor megbukik. Én nem játszom túl jól a fiammal, most össze vagyok veszek, különben nagyon szeretem. De, tehát, hogy az ember az élet szerepeit ugyanúgy éli, mint a színpadi szerepeit. És amikor jött a rendszerváltozás, akkor én úgy éreztem, hogy az a fajta színház, amit mi tudtunk csinálni, amely rekódolt üzenetekben rejtette el, hogy harmadik Richard az nem harmadik Richard, hanem acél elvtárs, ugye? És a közönség is értette, és mi is értettük, és mindenki tudta, hogy tudjuk, hogy tudjuk. Ez volt a színház, amit mi nagyszerűen tudtunk játszani. Rendszerváltozás után bárki kiállhatott az utcasarokra, és azt mondta, Antal József egy segg. Nem jött a rendőr, nem verte meg, nem vitték börtönbe. Tehát más színházat kellett csinálni. És ebben a más színházban attól tartottam, hogy nekem nem lesz szerepem. Én ezt nem tudtam. És akkor jött az a felkérés, hogy menjek Los Angelesbe, és én ezt úgy fogtam fel, mint egy szerep. Ez egy másik szerep. Ugye, hogy ezt a másik szerepet igyekeztem jól megtanulni, jól végig gondolni, nem lehet, sántítani nem lehetett benne, 4 éven keresztül nem lehetett furcsa mozgást alkalmazni, mert az unalmas. Dadogni se lehet 4 éven keresztül, mert az hülyeség. Tehát ezt hősből kellett játszani, mint egy fiatal, lendületes, sportos főkonzul, és akkor ezt én megtanultam, és ezt éltem, és ez nagyszerű volt. Tehát ez egy életszerep, amelyet az élet rámosztott, igyekeztem ennek eleget tenni, istenien tudok levelezni ilyen hivatali módon, nagyon, nagyon kiállnék bárkivel egy levélváltásra, egy bármelyik főtisztviselővel. Szóval, hogy igen, körülbelül nekem nagyon nagy tanulság volt, rengeteg különös emberrel találkoztam, egy egész más életstílussal, ez a hivatalnoki, félkatonai, nincs mese, nincs viccelődés, nincs humor, annak kell megfelelni, amit kérnek, menjen el, intézel, utasítom, és ezt én megvégrehajtom. És a fegyelem. A fegyelem. Amikor 5 óra van, akkor 5 óra van. Most 6 lesz mindjárt. Na hát, azt szeretném mondani önöknek először is. Érdekes módon a másik unoka is producer filmes.
1911-ben kellett innen elköltözni Szabadkára, Temesváron végzett, csak hogy gyorsan Lajstromba vegyük, a Prágai és a Stuttgarti Egyetemet látogatva, nem szerzett diplomát, mert már a film mániája akkor eltérítette őt ettől az útról. 26-ban rövideig Pesten élt, belekezdett egy vállalkozásba, de nem sikerült neki. Ezért aztán tovább ment 27-ben, és onnan kezdődik igazándiból az ő filmes karrierje, amikor az ottani nagy filmgyárba, az UFA-ba forgatókönyvíróként felvették. És az igazi nagy tovább lépés, az ezért mondom, hogy a kényszer is néha az ember életét meghatározza. Az akkori politikai környezetbe el kellett menekülnie, Párizsba szökött, utána Londonba érkezett, mert Hollywoodba szeretett volna tovább menni. 35-ben Korda Sándornál, hogy nem, megint egy magyar, Alexander Korda néven már a London Films, itt van Alexander Korda képe, Turkevén született véletlenül Magyarország, tehát ott indult be Pressburgernek a komoly filmes élete. És 1939, amikor megismerkedett a kép felső sarkában látható másik úriemberrel, ha szembenézünk, akkor jobb oldalt van Pressburger, bal oldalt, ez a bizonyos Michael Powell, akik egy fantasztikus nagy párost alakítottak, az Archers néven létrehozták a nagy filmes, filmprodukciós vállalatukat, és 1939 és 57 között a brit filmgyártás 24 legkiemelkedő filmjét ők készítették el. Pressburger alapvetően forgatókönyvíróként, de producerként, rendezőként, sőt zeneszerzőként is terepel. Egyébként minden filmre az volt alul ráírva, hogy written, produced and directed by, csak két ember, tehát mindent ők csináltak. Fantasztikus páros volt, mindenki elismeri őket, rendkívül sok filmtársaságbeli tagság, és így tovább öregbíti a hírüket. Csak a négy legkiemelkedő filmjét Pressburgernek vettem ide, és aztán lesz még egy ötödik, de arról majd külön beszélünk. A Blimp ezredes élete halála 1943-ban, ezt játsszák többször azóta is, vagy a 46-ban a Diadalmas szerelem, és itt jön be, hogy bárhol is volt Pressburger, magyarságát próbálta megőrizni, és magyar vonatkozásokat becsempészni. Ez a könyv tulajdonképpen Karinthy regényét, az utazások. Foglalkozású embereket kiexportáltak. Ez is a fiatalok hallják, hogy képzeld el, most így vághatná neki Európának, hogy jelentkeztem, mint zenész. Értemben nem zenéltem, tudsz játszani zongorán, én nem. És azok kiküldtek úgy, mint Ránki, Kocsis Zoltán, cigányzenészek New Yorkba, és kötöttek egy szerződést velem, hogy havi 500 márkát fizettek, és azért dolgozhatsz kint. Érted ezt? Az a producer nem értette a Németországban, hogy hogy van az, hogy te dolgozhatsz, és azért te fizetsz haza? Igen, sajnos ez így van, de nagyon boldog voltam, mert így nem voltam diszidens, és legális volt a dolog, bármikor haza mehetnék. Sőt, és 3,5 évig itt fizettem nekik, csak az volt a probléma mindig, hogy mentem a Németországba, az Arbeitszent Poliszra, és ültem minden fél évben, mert a szociálista útlevelünkben csak fél évre adtak ilyen work vízát, és a török jugoszláv vendégmunkásokkal ültem ott sorra, hogy mindig ki akart rúgni az a hivatalnak, hogy hát mit keres itt ez a pali, hogy itt akar boldogulni. És akkor lényegében csaltak Kanadába, akkor feladtam ezt az egész hacacárét, és akkor vágtam bele, és úgy mentem meg Kanadába, oda, ahol ez a két nominált kanadai volt. Aki biztos megérdemelte volna, mondta Dósegyet. Én soha nem gondoltam, hogy ott fogok élni, és azért mentem, te jó ég, mondom, ezekkel voltam én nominálva, hát ezek biztos, ezek is utálnak, mint a nyavai, hogy ez a kis komcsi gyerek itt elvitte előlük, mert a Federik Valk akkor voltam 60 éves, vagy 61 éves, aki nominálva volt, hát mondom, eznek biztos nem leszek a liblingje, de hát, hogy miket produkál az élet, és hogy viselkednek ők ott. Az, mikor elment nyugdíjba, akkor fölhívott, és azt mondta, hogy pályázzam meg az ő állását, mert ő egész életében egyedi filmeket csinált ott a Rádió Kanadánál, és akkor te is ott tudod befejezni, ami még hátra van.
és pályázz meg az állásomon. Tehát nem utált, ez a pacák utána nyert még 2 Oscar-díjat a Federicba, hanem ilyen barátsággal fogadtak. Tehát ezt érdemes tanulni, igen, hogy itt nálunk is, hogy hogy szeressük, igen, egymást, hiába jobb. Nem szóval egy ilyen, ez egy gentleman volt, eredetileg egy született német volt, mert ez Bonnból került ki, de hogy ilyen nemes viselkedési mód, hogy ez igen. Azt mondta, hogy dolgozzál. Szép dolog. És Kanada után visszajött. És most igen, visszajöttem, a két fiam van, egy 40 éves, egy 35 éves, ők szintén filmesek, csak 3D-s animátorok, tehát a komputer animációt, nem ezt a régi fashion-t követik, és ők kint dolgoznak. Egy gyors kérdés van. Bocsánat, ja? Még akkor a 3,5 percet a legyet le tudnám még vetni. Ja, és akkor nézd a legyet! Cservegyák, igazgatók. Hát most jönnek be a speakerek, akik vezetik a műsort. Short is a short film. A short film is 3,000 feet or less. Aha, so 90 feet a minute, that's about 33.3 minutes. Mm-hmm. And I've done some acceptance speeches that were longer than that. The nominees for Outstanding Achievement at Animated Short Films are All Nothing, Frederick Back, producer. The Fly, Friends Refuse, producer. That's what I need. 3 minutes flat, Michael Mills, producer. And the winner is... Tehát három jelölt közül... The winner is The Fly, Ferenc Rofius producer. És néznek körül, hol a Rofius. Ebben van lefacsolni. Remélem. The Academy would like to congratulate Ferenc Rofius and accept this award on his behalf. So congratulations. Hát egy gratulálnak nincs ott. Ott van! Későn kaptam a meghívást. De ő kapta későn. And now congratulations are also in order for the following nominees. Hogy a kurva? Hát szóval látták az igazi történetet. Később kapta meg az értesítést, de nem mondja, hogy nem ő a Ferenc. De 8-an voltak kinn akkor a delegációval. Befértél volna. Hát gondolom, csak egy repülőjegyet kellett volna venni. Ilyen maszkírozza. De hogy... Nem, ugye? Nem jó volt a maszki, hát micsoda a figura. Az angársak közben. Nem lehet, hogy a Woody Allen vidről látta. Hát remek a maszk. Hát remek. Hát ezt így eljátszani. De. Mint az élik. És de azért végül is jó kezekbe kerül. Végül is aztán, hogy rövidre zárjuk a dolgot, 2,5 hónaponban tellett az, hogy el tudtam intézni azt, hogy kimehettem átvenni, mert vártak engem az akadémián, hogy mikor érkezem. És először a Posgai volt a kulturális miniszter, akkor nem segített. A Matocsi volt az igazgatóm, nem segített. Az apukája. Apja. Akkor a lehetősége van a Pannonia filmstúdiónak. Ilyen helyzetbe kerültünk, hogy akkor én ki fogok utazni, mivel hogy előtte fél évvel én voltam Los Angelesben. Meghívtak a Disney utolsó él animátora, annak voltam a vendége. Tehát semmi problémát nem követtem el. Hát ezt politikai, nem tudhatjuk. Semmi, tehát teljesen tiszta voltam. És akkor meg voltam győződve, hogy elutazhatom erre a ceremóniára. És közben a Bizalom című film, Szabó István filmje is nominációba került, tehát az idegen nyelvű kategóriába, és hát gondoltam, mivel a delegációval hát én is mehetek, mert lényegben csak egy repülőjegyet kellett volna megvenni, tehát mindent fizetnek, mindent állnak. Én a következő telefont kaptam a stúdióvezetőmtől, amikor érdeklődtem, hogy hát akkor útlevelem, és hogy hát akkor intézhetem a dolgokat. Azt mondta, nem Ferenc, mert annyit tudok neked mondani, hogy nem fogsz kiutazni, mert te esélytelen vagy.
két kanadaival szembe. És erre föl, hát én ezt nem akartam elhinni, hogy hát ez tényleg egy ilyesmi megtörténhet. Tehát azért mondom, hogy micsoda különbség, ugye? És te meséltél egy viccet, ugye, a régenről. Hát én is mesélek egy viccet erre, hogy a rabbi találkozik Kohnnal, és a Kohn borzasztó ideges. És szóval, mi van veled? Azt mondja, ide figyelj, rabbi, nekem van problémám, azt mondja, hogy most mi a nagyobb bűn, disznóhús tenni, vagy a barátom feleségével lefeküdni. Azt mondja neki a rabbi, ide figyelj, mind a kettőt felejtsd el, főben járó bűn. Találkoznak két hét múlva, nagyon nyugodt a Kohn. Azt mondja, mi van veled? Azt mondja, ide figyelj, rabbi, én kipróbáltam mind a kettőt, de micsoda különbség. Tehát azért mondom, hogy ezt, hogy micsoda különbség, én akkor ezt megtanul, megjegyeztem. Kár, hogy a régemet nem tudtam elmondani. És hát én, ha ma egy fiatalnak azt mondanám, hogy figyelj, nominálva vagy, vagy azt mondanám, hogy holnap nem mehetsz ki Bécsbe, nem tudom, mit mondana nekem. Én vártam, és hát lényegében a delegáció elutazott, engem nem vittek. Régenre visszakanyarodva, akkor volt, hogy a régent meglőtték, egy merénylet volt ellene, és ezért 4 nappal elmaradt az Oscar ceremónia. Hát hol lehetett itt információt akkoriban szerezni? Én a Szabad Európát hallgattam, mert ott volt a Forgó Színpad című műsor, biztos van az én korosztályomban egy pár ember, aki akkoriban még ezt hallgatta, iszonyúan zavarták, de nagyon jó pofa műsorok voltak. És én azt hallgattam reggel 7 órakor, a Kuruc Lesiton, a társasházban laktam, és akkor mondták be, hogy a Légy kapta az Oscar-díjat. Ez ki, amikor ebben a bizonyos Beleri házban, ahol András, amit András alapított és hozott létre, bérelt, kivett meg a magyar állam részére. Tulajdon. Az egyik első összejövetelen sötét öltönyös izgatott emberek jöttek, én még semmit nem tudtam, csak mondta valamelyik is, hogy kik jönnek, és azért, köztük Varga Gábor és bizonyos, nagyon titkos környezetben megtörtént egy komoly szerződésnek a véglegesítése tulajdonképpen, vagy hát akárhogy is nevezzük, aminek aztán 3 évvel később az lett az eredménye, hogy Budapesten a 15. kerületben az akkori legmodernebb technikával létrejött a Radi Stúdió Budapest, Budapest Radi Stúdió Origo néven. Ezt majd elmondja Gábor, ő volt a vezérigazgatója és tulajdonképpen ötletgazdája, ha úgy tetszik. Hát hogy kell idehozni, hogy kell alapítani egy filmstúdiót, ha már Adolf Cukor meg Fuchs Vilmos megtette? Először is szeretném megköszönni, hogy egy kis átvezetést tartottál az András előadása után, mert elég nehéz lett volna nekem folytatni. Hát te is felállhattál volna. Ezután a produkció után igazából azt akartam kérni, hogy hadd folytassa az András. De... Nem vagy, nem. De akkor így az átvezetés után, ugye a feladat az az volt, hogy hogyan lehet egy alapvetően művészeti ágból, főleg Magyarországon, ugye itt minden állami támogatásból működött a komplett filmgyártás, hagyományosan is, de ugye az új időszakban is, hogy lehet ebből üzletet csinálni. Mert itt fordulnak át a dolgok, hogy hogyan lehet olyan volumenben filmeket előállítani, hogyan lehet külföldieket meggyőzni arról, hogy azt a rengeteg pénzt, amiben egy-egy nagy film kerül, sokszor 100-150 millió dollárt, annak egy részét hozzák ide, kockáztassák meg azt, hogy elhagyják az otthoni ismert környezetet, jöjjenek el egy idegen kultúrába, egy idegen országba, és kezdjék el itt elkölteni ezeket a pénzeket. Ez volt tulajdonképpen a feladat, ami hát rendkívül egyszerű volt, körülbelül 6 évig tartott, mire sikerült létrehozni. 2004-ben kezdtük el, 2010-ben nyílt meg a stúdió, és a Balázs tényleg egy nagyon fontos pillanatában volt ott ennek az egész folyamatnak, amikor sikerült megállapodnunk a világ legnagyobb filmstúdió üzemeltetőjével, ez a Rally Studios. Azért nem ismerik sokan a nevét, mert hogy ez nem gyárt filmeket, tehát ő nem az a profilja, nem azzal foglalkozik, hogy filmeket állít elő, hanem nagy filmgyártó cégeknek, nagy stúdióknak szolgáltatásokat értékesít. Ugye ez is egy fontos pont, mert igazából azt tud minden stúdiónak,
szolgáltatást értékesen. Cserve egy ák igazgató. Hát most jönnek be a speakerek, akik vezetik a műsort. Short is a short film. A short film is 3,000 feet or less. Uh-huh. So 90 feet a minute, that's about 33.3 minutes. And I've done some acceptance speeches that were longer than that. The nominees for Outstanding Achievement at Animated Short Films are All Nothing, Frederick Back producer. The Fly, Friends Refuse producer. Ez volt a lényeg. 3 minutes flat, Michael Mills producer. The winner is. Tehát három jelölt közül. The winner is the Fly, Ferenc Rafius producer. És néznek körül, hol a Rófusz. Ebben van lefacsolt. Remek. The Academy, excuse me, the Academy would like to congratulate Ferenc Rafius and accepts this award on his behalf. So congratulations. Hát egy gratulálnak nincs ott. Okay, oh, ott van! Későn kaptam a meghívást. De ő kapta későn. And now congratulations are also in order for the following nominees. Hogy a kurva? Hát szóval látták az igazi történetet. Később kapta meg az értesítést, de nem mondja, hogy nem ő a Ferenc. De 8-an voltak kinn akkor a delegációval. Befértél volna. Hát gondolom, csak egy repülőjegyet kellett volna venni. Ilyen tudom, hogy Woody Allen maszkírozza. De hogy... Nem? Milyen jó volt a maszki? Hát micsoda a figura? Az anglások közben. Nem lehet, hogy a Woody Allen vidről átjárt. Ez remek a maszkát. Hát remek. Hát ez így eljátszani. De... Mint az élik. De azért végül is jó kezekbe kerül. Végül is aztán, hogy rövidre zárjuk a dolgot, 2,5 hónapomban tellett az, hogy el tudtam intézni azt, hogy kimehettem átvenni, mert vártak engem az akadémián, hogy mikor érkezem. És először a Posgai volt a kulturális miniszter, akkor nem segített. A Matocsi volt az igazgatóm, nem segített. Mostani barakos, az apukája. Apukája. Akkor a Posgai nem. Vagy Kisvárdán Várkonyi Mihály, aki a Néma film egyik nagy sztárja volt. Vagy egy kicsit távolabb Nagylóc, Borsod megye, háromszoros Oscar-díjas Rózsa Miklós, aki a hollywoodi filmek zeneszerzőjeként vált világhírűvé. Na és aztán sok-sok más, és ez alapján úgy gondoltam, hogy bizony kellene olyan módon megemlékezni ezekre az emberek, hogy elmegyünk a szülőhelyükre. Az első 6 hét Észak-Kelet Magyarország. Jön majd Dél-Magyarország, Zsigmond, Vilmos, Szeged, világhírű operatőr, Oscar-díjas, és így tovább, most ebben nem megyek bele, de még 2x7 magyar települést keresünk fel, tehát ha összeadjuk ezt a hármat, már 21 olyan emberünk van Hollywoodban, Hollywood környékén, aki egyszerűen fantasztikus, de keveset tudunk róluk. Tehát itt volt az ideje, hogy ezzel is szerényen, de magunk módján hozzájáruljunk, hogy az ő emlékük megőrzése, megismertetésük, és bizony különösen mai nap nagyon aktuális, hogy ki hol van szülőhazájától, mennyire távol, közel. Azt kell mondani, hogy bizony az, hogy ők ilyen hatalmas akaraterővel, kis kalandvággyal, kis kényszerrel, kis szerencsével idáig jutott, ez bizony egyfajta példát is adhat sok embernek, különösen fiataloknak, akik nem ismerik ezeket a történeteket. Nos, ez a magyar Hollywood. Egyébként hadd mondjam el, hogy ennél még jobban erősíteni akarjuk ezt a vonalat. Tegnap este megalakult a Magyar Hollywood Tanács nevű civil szervezet, amely pont ezt akarja intézményesen továbbvinni egész Magyarországon, és ennek a tanácsnak a tagjaiba várjuk majd
nem csak Magyarországról, hanem Amerikából, bárhonnan azokat a magyar vonatkozású, magyar gyökerű, magyar születésű mai filmeseket is, akik ehhez majd hozzá tudnak járulni. Ez a könyv itt, ez Hollywoodban született, 2010-ben az első kiadása, azóta angolul is már megjelent, a sztorikat foglalja össze. Sztorizni majd itt fogunk, amikor elkezdjük a beszélgetést. Csak annyit mondanék, hogy amikor büszkék vagyunk a filmes gyökerekre, magyarságra, össze kell számolnunk néhány dolgot. 35 darab olyan szobrot vehetünk Lajstromba, amelyet magyar kéz, vagy magyar származású kéz vett át. Tehát 35 Oscar díjhoz fűződik Magyarország valamilyen módon. Lehet, hogy majd egyet itt bemutatom. 22 olyan csillag van a Hollywood bulváron bevésve a járdába, Hollywood bulvár, Hollywood központi utcája, a sztorikat foglalja össze. Sztorizni majd itt fogunk, amikor elkezdjük a beszélgetést. Csak annyit mondanék, hogy amikor büszkék vagyunk a filmes gyökerekre, magyarságra, össze kell számolnunk néhány dolgot. 35 darab olyan szobrot vehetünk Lajstromba, amelyet magyar kéz, vagy magyar származású kéz vett át. Tehát 35 Oscar díjhoz fűződik Magyarország valamilyen módon. Lehet, hogy majd egyet itt bemutatom. 22 olyan csillag van a Hollywood bulváron bevésve a járdába, Hollywood bulvár, Hollywood központi utcája, ahol egyébként közel 2000 csillag van körbe különböző utcákon a leghíresebb rendezők, színészek, akiknek emléket akarnak állítani, mert hogy olyan sikeresek, eredményesek voltak, ebből 22 magyar csillag. Hát ez szerintem mind a kettő jó szám. Ez a könyv megpróbálta feldolgozni az Oscar-díjasokat is, a csillagbirtoklókat is, sztorikat hoz arról, hogy van egy magyar filmfesztivál Los Angelesben, amely évről évre bemutatja a magyar filmeket, és számtalan olyan elemet hoz, amelynek itt az ideje, hogy minél többen megismerjék. Hogy az operatőrjeink, Zsigmond Vilmos, Kovács László, akik 1956-ban menekültek el, és akik 3000 méter, 3000, bocsánat, ha jól emlékszem, 3 kilométer, igen, majdnem ugyanaz, 3 kilométernyi filmszalagot vittek ki magukkal az 56-os eseményekről, melyeket ők filmeztek, és utána menekültek, mert rájöttek, hogy milyen nagy bajban lennének, ha ezt a filmet elvennék tőlük és megtalálnák. És tulajdonképpen az 56-os eseményeket főleg az ő film felvételeik alapján mutatta be számos nyugati televízió. És így tovább, rengeteg ilyen sztori van, egy ilyen könyv nem elég, sok könyvet lehet írni, már mások is sokat írtak, de itt az ideje, hogy még többet beszéljünk róla. Most egy nagyon rövid blogban meg szeretnék külön Pressburger Imréről emlékezni, itt vagyunk és a Cinefest részeként. Ezt jobb oldal alul, aki még nem járt Miskolci révén, vagy lévén, a Szentpéteri kapu 3-ba, akkor feltétlenül menjenek el, azt kérem, és nézzék meg az emléktáblát, amit ma délután elsőkor meghozorúztunk. Kriza a polgármester úrral, illetve Bíró Tiborral, a Cinefest igazgatójával. Öröm hír, mondta Kriza polgármester úr, hogy az épületet megszerezte az önkormányzat, tehát most már kezdetét veheti az a tervezés, hogy a Pressburger ház valóban egy komoly filmes központtá váljon. Csak szakmát felhúzza, odáll a tükör elé, nézi meg azt, hát ez csodálat, ez egy gyönyörű, ez az öltő drága elvtársam, egy kis haja van, ahogy így nézem, hogy ez a keze, ez az ujja, ez egy kicsivel hosszabb, mint ez. Nézi az elvt, azt mondja, drága elvtársam. És aztán mi van? Hát lejjebb ereszti a vállát, és kép. Nézi, ez csak ugyanott, ez tökéletes. És lejjebb a vállát, egyfolyam az úr. Azt mondja, az eladónak, elvtársam, most már csak az a baj, hogy a zakónak ez az oldala feljebb jött, mint a más. Azt mondja neki az elvtársam, hát ez nem lehet gond. A csípőjét szíveskedjék áttolni a másik oldalra, és már meg is van. Azt mondja, csak úgy, milyen állati jó, köszönöm szépen. Azt mondja, csak most már egy baj van, hogy elől hosszabb, hátul rövidebb. Azt mondja,
Drága eltársa, a csípő előretolásáról talán hallott már, ennyi az egész és kész. Köszönöm, szépen kifizeti a zakót, és vidáman megy az a szovjet eltársa vadonatúj zakójába. Kilép az utcára, a gumból, szembe találkozik két amerikai turistával, odaszom az egyik a másiknak. Nézd meg ezeket a bitang orszakat. Milyen kiváló konfekcióiparuk van, hogy egy ilyen komplet nyomorék is talál magának egy tökéletes. Bizony a színművésznek, ha meg akar maradni saját elveinél és saját koncepciójánál, akkor nehéz lesz külföldön érvényesülnie, mert az anyanyelvén kell megszólalni. Szörényi Éva ezt gyakorolta egész élete végéig. Nagyon nagy örömöm volt az, hogy a színpadra lépésének 75. évfordulóján ott lehettem, és együtt ünnepelhettük ezt. Picit lépjünk tovább Gáborhoz, aztán majd még visszajövünk ide is. 2007-ben érkeztem én oda Los Angelesbe, és nagyon jól emlékszem, hogy még alig csomagoltam ki, amikor ebbe a bizonyos Beleri házba, ahol András, amit András alapított és hozott létre, bérelt, kivett meg a magyar állam részére. Tulajdon. Az egyik első összejövetelen sötét öltönyös izgatott emberek jöttek, én még semmit nem tudtam, csak mondta valamelyik is, hogy kik jönnek, és azért van. Köztük Varga Gábor, és bizonyos, nagyon titkos környezetben megtörtént egy komoly szerződésnek a véglegesítése tulajdonképpen, vagy hát akárhogy is nevezzük, aminek aztán 3 évvel később az lett az eredménye, hogy Budapesten a 15. kerületben az akkori legmodernebb technikával létrejött a Radi Stúdió Budapest, Budapest Radi Stúdió Origo néven. Ezt majd elmondja Gábor, ő volt a vezérigazgatója, és tulajdonképpen ötlet. Rekódolt üzenetekben rejtette el, hogy harmadik Richard, az nem harmadik Richard, hanem acél elvtárs, ugye? És a közönség is értette, és mi is értettük, és mindenki tudta, hogy tudjuk, hogy tudjuk. Ez volt a színház, amit mi nagyszerűen tudtunk játszani. Rendszerváltozás után bárki kiállhatott az utcasarokra, és azt mondta, Antal József egy segg. Nem jött a rendőr, nem verte meg, nem vitték börtönbe. Tehát más színházat kellett csinálni. És ebben a más színházban attól tartottam, hogy nekem nem lesz szerepem. Én ezt nem tudtam. És akkor jött az a felkérés, hogy menjek Los Angelesbe, és én ezt úgy fogtam fel, mint egy szerep. Ez egy másik szerep. Ugye, hogy ezt a másik szerepet igyekeztem jól megtanulni, jól végig gondolni, nem lehet, sántítani nem lehetett benne, 4 éven keresztül nem lehetett furcsa mozgást alkalmazni, mert az unalmas. Dadogni se lehet 4 éven keresztül, mert az hülyeség. Tehát ezt hősből kellett játszani, mint egy fiatal, lendületes, sportos főkonzul, és akkor ezt én megtanultam, és ezt éltem, és ez nagyszerű volt. Tehát ez egy életszerep, amelyet az élet rámosztott, igyekeztem ennek eleget tenni, istenien tudok levelezni ilyen hivatali módon, nagyon, nagyon kiállnék bárkivel egy levélváltásra, egy bármelyik főtisztviselővel. Szóval, hogy igen, körülbelül nekem nagyon nagy tanulság volt, rengeteg különös emberrel találkoztam, egy egész más életstílussal, ez a hivatalnoki, félkatonai, nincs mese, nincs viccelődés, nincs humor, annak kell megfelelni, amit kérnek, menjen el, intézel, utasítom, és ezt én megvégrehajtom. És a fegyelem. A fegyelem. Amikor 5 óra van, akkor 5 óra van. Most 6 lesz mindjárt. Na hát, azt szeretném mondani önöknek, először is minden elismerésem önöké, hogy kibírták ezt a nagyon jó beszélgetést. Szerintem az urakra, hogy megismerték itt most az asztalnál őket, önmagukban is órákat tudnak beszélni, ami nagyon jó. És nem kizárt, mert erről ma beszélgettünk itt már az ebédnél, hogy előbb-utóbb hamarosan külön-külön valamit kitalálunk itt Miskolcon, majd velük, meg máshol is, ahol aztán ezt a hallatlan sok sztoriba ágyazott történelmi
háttérinformációt meg lehet ismerni. Hát nagyon köszönöm a részvételüket, elérkezett az időnk, hogy itt abba kell hagynunk. Hát mi még ma este sokat fogunk úgyis beszélgetni, tehát amit most nem mondtunk el, azt majd szűk körbe elmondjuk. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! Pofozni való irtozatosan pimasz kölyök volt, és hát a Tony Körösznek igen tetszett egy ilyen kis rossz gyerek. És akkor volt neki egy sportkocsi, és a fiam megállt és nézte a sportkocsit, és mondta, gyere, menjünk vele egy kört. És mondta Péter, hát menjél, persze, menjél, és elmentek. És Péter visszajött halál sápadtan, és akkor a Tony Curtis azt mondta, hogy köszönjük szépen, mondom, én vagyok itt a főkonzul, ott lakom abban az utcában. Az magyar főkonzul ebben az utcában? És felesége tud uborka salátát csinálni, mondta magyarul. Hát mondom, hogy persze, hogy tud. Azt mondja, hónap jövök, és akkor csinált neki uborka salátát tejfellel, piros paprikával. Erre időről időre feljött hozzák. Irtó helyes pali volt abban az időben, nem nagyon tudta, hogy hol van, egy picit mindig zavart volt, egy kicsit mindig volt mellette egy nő, nem pontosan tudta, hogy ki az. A mellette lévő nőt időnként megcsókolta, örök szerelmet esküdött neki, és észrevett egy másik nőt. És akkor annak elképesztően édes, szeretnivaló, hihetetlen ember volt, nagyon jókat lehetett vele beszélni. Beszélgetni nem, mert ő nem, arra nem válaszolt, amit én kérdeztem tőle, de beszélt, és az nagyon jó. Hát találkoztam a Ronald Reagannel, aki ugye színész volt Hollywoodban, és az Egyesült Államok legsikeresebb elnöke volt két terminuson keresztül, és amikor megnyitottuk a főkonzulátust, akkor én meghívtam őt, hogy jöjjön el. És akkor válaszolt, hogy sajnos nem tud eljönni ide idő híján, ott volt Los Angelesben egy irodája, ugye akkor ő már nem volt elnök, mert a öreg Bush vette át tőle a stafétabotot, de azt mondja, hogy okvetlen menjek el hozzá egy bizonyos napon az irodájába. Hát nagy izgalommal elmentem hozzá, és hát ott beszélgettünk a Ronald Reagannel, és hát olyan protokolláris volt a helyzet, ott volt a titkárja, meg ott volt a nem tudom kicsoda, és úgy kényszeredettén így ültünk, és small talk, hogy vagy, remekül. Ez egy ilyen idétlen beszélgetés kezdődött, és akkor én elkezdtem kérdezgetni, hogy hát mi volt elnökségének a legfontos, mi az, amire a legbüszkébb a két ciklusbeli elnöksége alatt. Hát mondom, azt gondoltam, hogy valami olyat fog mondani, hogy nem tört ki a harmadik világháború, hogy összezúzta a gonosz birodalmát, hogy valami ilyesmire gondoltam. Ehelyett azt mondta, teljesen nonchalanszal, azt mondja, hát arra vagyok a legbüszkébb, hogy nem volt a világon olyan válság, háborús veszély, járvány, földrengés, ami engem megakadályozott volna abban, hogy hódoljak a kedvenc szenvedélyemnek a lovaglásra. Ezt mondta ő, ebben is láttam, hogy ő színész. Hiszen egy színész, hát nem, a Hamletet játszó színész nem rendíti meg Hamlet tragédiája, az a néző dolga. A színész nem arról álmodik, hogy fog eljönni holnap. Először is hát nagy megtiszteltetés, hogy én lehetek itt ezen a megnyitón, ezen a különleges alkalmon, és öröm is számomra, hogy itt lehetek. Köszönöm, Balázs! De mindenek előtt ugye a köszönet, mindig a köszöneté a szó, ugyanúgy a filmfesztivál megálmodóinak és megszervezőinek is, hiszen a 13. Nemzetközi Filmfesztivál van itt most Miskolcon, a Jamison Cinefest, és hát ők is mindig nagy lelkesedéssel és vehemenciával szervezik, hogy új programsorozatok legyenek, filmtörténeti programok. Elég érdekes, hogy ilyen nagyon híres világsztárokat hoznak ide hozzánk Miskolcra. Akkor is elmondtam tavaly, hogy két dolgot nem tudtam az életbe elképzelni. Egy az, hogy országgyűlési képviselő leszek, kettő pedig, hogy Claudia Cardinalival fogok ebédelni. Most már három van, mert azt sem tudtam elképzelni, hogy a másik nagy filmes nemzet, a francia Oscar-díjas világsztárja, Juliette Binoche lesz Miskolc vendége, így együtt tudtam vele vacsorázni és egy kicsit patelkázni is. Úgyhogy köszönet a szervezőknek, Bíró Tibornak is, de ugyanígy köszönet Bokor Balázsnak, aki észrevette azt és felfigyelt arra, hogy vannak hollywoodi világsztárjaink, akik innen Miskolcról vagy észak-magyarországi régióból származnak. Ki gondolná, hogy Tony Curtis Máté Szalkán született?
Balázs nagy lelkesedéssel ezt csoportba szedte a hollywoodi sztároknak a nevét, és a szülő falunkban vagy városukban, településeken emléktáblákat avatnak. Nehogy elfelejtsük őket, hogy tudjuk, hogy ők is magyarok, és főleg, hogy innen a környékről származnak. Különleges alkalman vagyunk itt most a megyei könyvtárban, hiszen ugyanilyen büszkék vagyunk mi Pressburger Imrére, akinek az emléktábláját minden évben a filmfesztivál alkalmával megkoszorúzzuk, hiszen ő 1902-ben itt született Miskolcon, a Szentpéteri kapuban. Ha jól tudom, én nem fogom az életrajzát bemutatni, hiszen egy könyv született róla, hogy Miskolciak is még jobban megismerhessük. Tehát 1902-ben született, matematikus gondolkodásúként, és mégis a filmes szakmában kötött ki, Párizsban, majd Angliában, és még Amerikában, és Hollywoodban lett világsztár. Hát, legyünk rá büszkék, legyünk itt az észak-magyarországi hollywoodi sztárokra is büszkék, Pressburger Imrére pedig annál is inkább, hiszen nem sok hollywoodi sztár van, aki ugye Miskolcon született. Én büszke vagyok Bokor Balázsra is, hogy felhívta erre a figyelmet, a könyv szerzőjére és kiadóira is, és hogy egyáltalán